Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Csá, 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 csá! Jó estét! Hello, hello, hello! Sziasztok! Cső, 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 cső! Csá, 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 csá! Hello, hello, hello! Szia Laci, szia Tibor! Ismét ti vagytok az elsők. Mint mindig. Hello! Cső, cső, cső! Sziasztok, hello, hello! Szia Flagba, szia Lucia, szia Anna, szia Alex, szia Andrés, szia Gameplay, Kristóf, szia Bálint, hello! Szia Norbi, hello, sziasztok! Cső, 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 de kukorica, cső! Hello! Jó estét mindenkinek! Jó estét, jó estét! Így van, Botond, ahogy mondod, drága barátom! Sziasztok! Szia Might, cső! Szép estét mindenkinek, hello! Hello, hello! Remélem jó volt a napotok, hónap már péntek! Péntek! Szia Márk, szia Zoltán, szia Kordél, köszönöm Olivér, szia Nomi Nomi Har, jól vagyok Kornél, köszönöm szépen, köszönöm Szilvike, jól vagyok, köszi Botond a 17 hónapot, egészség legyen, a többit meg tagságot megvesszük. Köszi, köszi, köszi. Hello, holnap próba érettségi, sok sikert, Alex. Hú, de jó. Jó is az az érettségi, nem? Cső, cápa. Szia, Dani, nagyon rég voltam kb. Tavaly óta novemberben, tudod, én vagyok az az ingyen él, aki subgift-ből él. Szia, Zalán, igen, 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 igen. Jól, Benjamin, köszi szépen. Van fűtés most már. Jön a köműves majd egy másfél hét múlva. Tegnap jó volt a rablás. Ja, az király volt. Ijesztő, Alex. De hogy ijesztő, könnyű lesz, megoldod. Szia Zoli. Szia Lakap, kalapítjó. Cső, vesz, sziasztok. Jó estét, jó estét. Rendben áron. Mi a terv mára? Hát hétre, ugye? Megyünk a kupolához egy újonccal beszélgetni talán, azt mondtam neki. Szép estét, szia Laci. Illetve Kálmánt kellene egy kicsit kérdőre vonni, hogy mi újság. Mi újság van. Így van, Roland. Örülök, Zalán. Szia Jimmy. Hello, hello! Hány órától leszek a Play-ten? Szia Kristóf, 11-től 3-4-ig biztos. Úgyhogy ott megtalálsz, hogyha szeretnél jönni. Márk idén! Gyakszink volt, és ötvenszor dughagymát dugtunk el a földbe, nagyon kifáradtunk. Hát elhiszem, Benjamin. Szia Patrik! Szia Ghost Chiller! Patrik, feladtam az órát, jó? Holnap ott kell lennie, vagy holnap után. Jó? Ott kell lennie. Tegnap sikerült elmenekülni, igen, cső, Dani, úgy vagyok, szia, Szebi, örülök neki, hogy itt vagy. Szövisek lesznek, igen, szia, Éva. Ja, úgyhogy feladtam az órádat, Patrik. Hónap vagy hétfőn ott kell lennie. Húsvéti ajándék. Én is köszönöm neked a szubikat, meg mindenkinek, aki osztott. Legyen ma is rablás? Meglátjuk, hogy hogy férünk bele. Igazából van még egy lehetőség a mai nap a kapcsolatban. Vannak új PP-s autók, és a lehívójuk megvan, hogy megnézhetnénk azt is. Szia Ferenc, hello, hello! Cső! Meglátjuk, hogy mi fér bele, meg hogy lesz. Hello Vakont, cső! Így van, West, balhézni is kellene. Mindent is, egyszerre. De hát egyszerre nem lehet, ugye, mindent csinálni. Jól vagyunk, Nami, köszi szépen. Remélem, ti is jól vagytok. Szia, Iván István. A rablás az jól sikerült, igen, tegnap. Majd megint mondani kell az Eriknek, hogy ő vezessen. Jó, meg az ATM-et kitépni, tényleg, az is jó. Twitterről munkát kereseket nem kérdezték meg? De Széna valakinek a számát felírta tegnap, illetve Batman-nel találkozunk 7 órakor. Régi új kocsik, igen. Szia Dani, hogyan lehet a szerverre csatlakozni? Szia Bálint, feljössz a Discordra, a jelentkezési fülnél igényelsz rangot, és akkor már tudsz is jönni. Egy helyet hagyjál nekem a familybe. Ja, mi? Még Ghost Chiller, jössz? Vagy Mizu? Van most helyünk bőven. Szia Dominik. Van most helyünk bőven. Úgyhogy ez miatt nem kell aggódni. Go game. Oliver, 45-kor megyünk fel, addig várunk. Várunk a kedves nézőkre, megérkezzen mindenki, és akkor belecsapunk a lecsapot. De azt hiszem 7 órát mondtam a Batman csábónak,
hogy jöjjön oda. Szia, Ildikó. Hello, valaki kilépett megint? Máté... Igen, igen, a Kálmánnak az egyik embere, akit hozott. Egyik fia, talán. Szia, Lacek, szia, Balukapitány. Azt hiszem, igen, le lett róla kérve az rang, mert nem játszik. De hát ezt jelezhette volna. Szia, Sanyi, hello, hello. Jó, hogy Széna rákérdezett, mert amúgy nem szólt volna. Holnap lesz a magyar meccs? Én azt hittem ma. Holnap Törökországgal játszik Magyarország. Szia, Gábor. Szia, Áron. Ja, azt hittem ma lesz a meccs. De ez valami felkészülési mérkőzés? Ja, Máté. Ja. Azért ő a Kálmánnak az egyik embere. De Kálmánt meg kéne kérdezni, hogy mi újság van vele. Sziasztok, hello, hello. Kolc kilépett, hát sajnálom én is, igen. Sajnálom, de hát, hogyha ő így döntött, akkor el kell fogadni. Meg azt mondta rendőrnek megy, majd kíváncsi vagyok. Van csatornám. Örülök neki, Szebi kalandok. Sok sikert kívánok neked a csatornádhoz. Ez baj, most emberek csak jönnek, mert nincs fix ember. Hát, ja, de Flagba szerintem most kezd összeállni újra a csapat. A Discordot küldik a moderátorok, Ernő Bálint, jó? Felkészülés Törökországán. Jó, akkor jó tudtam. Kolc kilépett, igen, tegnap. Csős, Toki, minden oksa! Nem, Máté. Kolc, hát úgy döntött, hogy átmegy a rendőrséghez, de most van rajta Fraki Jump, aztán majd kiderül. De szerintem lesz vele közös RP. Szia, Pest vármegyei roleplay. Ez igen. Van ilyen? Van ilyen RP szerver? Hát, mert ez mi a lényeg pontos az RP-nek? Kezdő vagyok. Szia, Teó Sebi. Hát igazából az RP az egy szerepjáték, ugye? Vannak mentősök, rendőrök, vannak maffiák, és akkor így igazából leegyszerűsítve úgy kell, vagy kellene viselkedni, mint a való életben. Hello, 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 Kovu. Majd meglátjuk. Megkaptam amúgy a PP-s autók lehívóját, azt megnézhetjük, hogyha majd ráérünk, hogy van kedvetek. Hát igen, Flagma, igen. Majd meglátjuk. Mindig kell újakat felvenni. Szia, apu, hello, hello. De lehet, hogy egy OC felvétel is jó lenne. Szia, Zsolt, várunk, gyere fel a szerverre. Szia, Imike, 28 leszek áprilisba. Te jó ég. Szia, Jetta, szia, Milán. Szia, János. Köszönöm, Nomi. Jól vagyok, kis, köszi szépen. Holnap már péntek. Szombaton meg Győrbe megyek. Győrbe indulás lesz. Playtre. Cső, Milán. Szia, Rebek, Ambrus, Farkas, hello. 45-kor menjünk fel a szerverre, szokás szerint. Hogyan lehetek tag? Mármint a szerveren? Vagy a csatornán? Te is 28 lettél. Hát múlik az idő. Múlik az idő. Az a helyzet. De az emberek 90%-a, hogyha megkérdezitek, hogy melyik a kedvenc napjuk, akkor a születésnapjukat mondják. Van lehetőség jelentkezni a frakcióba, igen. Csatornán? Csatorna tagnak lenni? Norbi előbb linkelte itt a csetem. Igen, Gábor, nem sokára 30, ja. Durva. Még kimondani is rossz. Niki, jól van, köszi szépen. Ja, Krisztián, az durva volt. Hát igen, Flagma, fontos a jó IC szál. Ja, értem, ez egy RP szerver, de Robloxon. Robloxon is van RP. Ne idegesítsél, létezik ilyen, hogy Roblox RP. Mondjuk a Robloxban minden játék van már, nem? Köszi YouTube-re 4 hónapot. Cső bátor. 4 hónap ingyen él, és tegnap sok szubi kiment, így van. Néha még olyan ember is kap szubit, aki nincs itt amúgy. Persze, hogy van már Robloxon. Hihetetlen, délelőrébb lesz léptetve. Hát Laci, hogyha üresedik a hely, akkor igen. Rendben, Máté, de hogy lehet véletlen küldeni? 40 felett már nem a szülnap a kedvenc. Ja, igen, Lacek, igen. Már csak pár hónap van nekem a 20-ig, de már öregnek érzem. Azt mondják Botont, hogy a 20-as évek a legjobbak. Képzeld be. Sziasztok. Jó estét. 7-kor találkozunk Batmannel, ez biztos. Ugye embert akarunk felvenni, és Batmannel egyeztettem egy időpontot. Tudjátok, akit felhívtam. Cső Gergő, hello. Láttad az egyik focis videót? Örülök, Szebi.
Mikor lesz, gyerek? Nem tudom. Mit fogsz játszani? G5 RP-zünk. A címben is benne van. A címet kell nézni. Lesz Mádi? Nem tudom, mert beteg még. Ja. 30 messze van, hát még 2 év. Köszi, Máté! Akkor a homlokot, hogy fát lehetne rajta vágni. Köszi. Köszi. Hogy tudok jelentkezni, Dani? Zsolt, följössz a szerverre és felkeresel minket. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Szia, Attila. Idén költözés lesz. Hát ezt jó lenne. Ja. Most a köművesre várunk. Azt mondta, hogy jövő hétvége fele vagy húsvét után tud jönni. És akkor nekiáll a szobáknak, de... Bízom már. Jó lenne már tényleg nyáron oda költözni, de nem tudom, még utána jön a bútorozás. Aztán az is még. Jobbulás, Máté. Egyszerű, mint az egy meg egy könnyű megtanulni. Jaj, ez valami mondóka? Vagy miért úgy mondtam, mint egy mondóka? Magas homlokok, intelligens emberek, nekem is az van. Na, jó van, Gábor, megnyugtattál. Dehogy is, Máté, dehogy is. Köszönöm a támogatást. Szia, Zoli! Hello, Józsi! Cső! Cső. Ja, a tagok, akik nyertek subgiftet, tudják használni amúgy az emótokat is. Nagyon fontos. Mert a fejemben maradt. Ja, cső, Levente! Szia, Józsi! 1 + 1 = 750. Ez nem tudom, hogy jött ki neked, de nagyon jó. Szia, Zoli! Hello, the drill! Father! Ja, van Jézuska, meg minden. Szóval akkor... Szia, Levi! Nézhetnénk a live második felében amúgy PP-s autókat. Megvannak a lehívók. De meglátjuk majd, hogy hozza az RP. Igen, itt a szemüveg botond. Ne aggódjál. Tudod? Mindig kézdé van. Ma is lesz rablás. Lehet, hogy rabolni kéne ma is egyet. Köszönöm, Józsi. Kösz. Ma ki fog meghalni? Nem tudom, Kálmánt lehet, hogy egy kicsit pirítani kell, hogy áruló-e vagy nem, mert tegnap furcsán viselkedett. Roppant furcsán viselkedett. Szia, Mapecó, köszönöm szépen. Fortnite? Nem, de volt videó múlt héten, Fortnite videó. 45-kor megyünk fel a szerverre, Sebi. Fortnite-ot live-olni nem szoktam már. Mondjuk jók voltak azok a live-ok is, meg a nézői játékok, azok jók voltak. Ja, meg most ez az új season tetszik amúgy a legjobban nekem. Nagyon jó meglecse, főleg a Zeus. Nagyon király. Benisz emberekkel már megy a biznisz fegyókkal? Nem tudom. Tényleg ezt nem tudom. Nem tudom. PUBG-t nyomjad. Ja, az jó. Köszönöm Zsolt Csapó, az első donétedet a csatornán, nagyon kedves vagy. Tényleg a PUBG-t mondja, egyik nap játszottam vele, tök jó volt. 45-kor kezdek el játszani, akkor szoktunk felvenni a szerverre, addig várunk, beszélgetünk egy kicsit, és akkor mehet a játék. De hétre megyünk akkor a Batmanhez. Szerintetek elfelejtette? Jó volt, ember, köszönöm. Köszi, Józsi. Köszi, Levente. Nagyon jó hozzáállás. Ma ki fog meghalni, igen. Hát meg szoktak halni itt a játékban azért a karakterek. Miért nem PUBG-n? Na, ez egy jó kérdés, Levente, de szerintem nasz, Dani. Fogalmam sincs. Új fajta fegyverből kéne szerezni. Igen, az nem lenne hátrány. Ez király lenne. Köszönöm, Zsolt, még egyszer az első donétedet. 56 feliratkozón van. Szebi, sok sikert, legyen még ezerszer ennyi. Silló családdal vagy két okossal nem akarnál ilyen podcastet csinálni? Mire gondolsz, Krisztián? Hát nem tudom, azt tudják, hogy létezek, de nem. Mondjuk a két okos hívott, hogy menjek Fortnite versenyre a hétvégén, de csak vasárnap érek rá. Roland Bimbo! Köszönöm az első támogatásodat! 4490 forint! Köszönöm! Óriás donator! Szívezzük! Nem tudom, nálam még nézők még mindig nem tudjátok szívezni mi. Mondom, Zsozina, láttam, hogy a nézők is tudják szívezni a donation-t. Köszönöm, Roland, nagyon kedves vagy. Köszönöm. 35 van. Milyen 35? 44?
Szóval hívott a két okos a Fortnite bajnokságra hétvégén, szombat vasárnap, viszont szombaton Győrbe playiten vagyok, ezért nem tudok ott lenni. De gondolom akkor így a vasárnap is se kell, hogy ott legyek. Na, szóval, mehetünk akkor? Készen álltok? Igen is, kapitány! Jaj, vége van a live-nak. Félre kattintottam. Ez meg nekünk nem kell a kijelző most. Jó! Zsolt, Csapó és Doli. Tehát igen, neki is megköszöntem. Köszönöm. Sziasztok! Mehetünk. Igen is, kapitány. Lájkolni tudják, elég sok helyen már, ez szerint még nem vagy benne a tesztprogramba. Ja, Laci, azért mondom, hogy mi mindig emléksz a tagságnál is. Mi voltunk majdnem az utolsók között, akiknél megjelent. Úgyhogy nem tudom, mindig így járunk. Széna lehet, hogy megint rossz hírt fog hozni. Hát majd kiderül. Útközben kiderül megint. Köszönöm még egyszer a támogatásokat, aranyosok vagytok. Halló? Halló, sziasztok. Like ingyen van, ez biztos. Így van, szedd alá. Te Vácz a kedvenc fidisem. Vácon leszek május 25-én. Hogyha érdekel beleteket. Bugy is kilépett. Kiraktuk, ja. Ja. Mit csinálsz, ha küldök 100 000-et? Megköszönöm. Virabálítam, úgyhogy rekszen küldöd. Szia Márti, szia Hellboy. Hello. Igen, Széna is mentett el egy számot. Igen. Tényleg. De nem tudom, hogy a Batman ott lesz-e. Valami feladatot is ki kéne találni. Megyek a Váci börtönbe. Ha nem küldesz 100 000-et, akkor Márti. Köszönöm. Köszönöm, küldesz. Köszönöm. Szia Attila, cső. Cső, na tőtsé már, miért nem tőtesz? Batman! Szevasz, tüdesz! Na szóval, ó, milyen autó van ott, te jó ég! Te jó ég! Na itt vannak ezek a kis cukik. Eszek, iszok, dínom-dánom. Lehet, hogy ott, ja, átöltözök majd. Hello. Elnézhetne egyszer Kelebiára. Nincs messze tőlem Kelebia. Egy óra. Ha megyek Szegedre, mindig ott megyek egy Kelebia mellett, ahogy az 55-ös főúton. Ha érdekel. Szia Black, bocsánat, ne aggódjál már, köszönök, csak nem vettelek észre. Hirtelen. Hello! Jé, szevasztok, mi újság? Szia. Na te maradjál csak, légy szíves, jó? Én? Jó, itt maradok. Dani úgy nézel ki, mint Ariadna. Ez jó visz volt. Nem tudom, BMW. Fogalmam sincs. Okay. Most mi van? Na leesett. Maszkot, jó, lecserélem, drákán, lecserélem! Na most itt baj van? Hí! Ja, menj csak oda kicsit hátra, Buda. Rendben. Szia. Szia, Kály! Szia. De jó, a hogy látlak, jöttem végre dolgozni! Jöttem. Örülök! Menj, röhög! Még hátrébb? Frászt hozzátok rám! Jó, bújjuk! Ne lássa a kamera, hogy összevegyünk. Tök jó, oké. Maszkot vegyem le, amúgy. De nem kell, nem bújjuk le kicsit nyomdra. Na figyelj már! Igen? És miért lesz a jó madarat itt mellettem? A BMW-t? Uh-huh. Ezer közül megismerem. Uh-huh. Milyen a kapcsolatod vele? Milyen a kapcsolatom vele? Hát olyan semleges. Mié? És mit gondolsz a BMW-re? Az, hogy elárulja a csapatot. És hogyha így kérdezem, hogy mit gondolsz a BMW-re? Hát akkor is ugyanez a véleményem, jó lenne letisztázni! Hát ja, jó lenne, hogy a szemében is elmondanád, mert csak a hátra mögöttem, hogy... Én hát de várja, már hát a vezetőségnek a mondtam! A világkal hamarabb beszélsz erről, mint neki. Nem azért, mert a lilák közölték velem kocsikázás közben, hogy nekik is van egy ilyen sejtésük. És a lilák jobban hiszem, hogy nekünk... Én fordultál hozzám, kedvizet. Tessék? Ezt egy mástól kell megtudni, én nem fordultál hozzám. Nem, ezt mondtam a... A tüdesznek meg neked mondtam még egyik nap. Miért? Hát én vádoltalak meg a hajón. Vagy mi van? Igen, ott a hajón mondtam, emlékszem rá. Nem, én kérdeztem, hogy ezt is úgy nyomod, mint egy BMW téglanál, meg ilyen?
Nem, figyelj, jó, oké, figyelj, BMW. Én úgy gondolom, nem az Olá miatt gondolom azt, hogy te áruló vagy, hanem azért, mert telefonozgatsz, meg eltűnsz, meg ilyesmi. És plusz a szarvas is mondta, Isten nyugasztalja, tényleg meghalt szarvas, képzétek el. Mi? De azt mondta, hogy le akar létszállni, és akkor ki kellett nyírni. Szóval Isten nyugasztalja a szarvasbikát. Ja, három heregolyója volt, képzétek el. Azt. Ja, de... Nem sok info volt, de kösz. Szépen ezt az infot. Szóval, igen, és ő mondta, hogy van egy áruló nálunk, nem nevezte meg, viszont ő ezt mondta a halála előtt. Egy BMW áruló? Ő nem ezt mondta, hanem hogy van egy áruló a csapatban. Ez a saját csapatod. Ez nem biztos, hogy a saját csapatomra gondolt. Csak szerintetek áruló a BMW? A BMW-ben országos cimborák voltak. Hát ja. Ja, hát lehet, hogy azért tud. De akkor, hogyha alaptalan az állításom, akkor rendben van. Hát én a hiszek nektek a főnökségnek. Csak furcsa volt, múltkor is a Pucérfaluból jött, telefonozgatott. Rögtön, amikor Jézust el kellett kísérni, akkor rögtön elkísérte a Jézust. És úgy tudom. Ja. Ez az. Hát még az a jó, hogy vele mentél. De kivel SMS-ezgetett folyamatosan ott hátul. Na mondja? Ja. Jézuséknál volt egy ember, aki engem ki akart nyírni. Pont kerestem őt. Ja, ha értem. Telefonszalmokat átadom neked majd, akkor jó, azt téged zakrossanak. Jó, 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 jó. Akkor amit tészkedek, vagy zakrossanak téged. Na hát... Minek várunk ezzel eddig? Miért nem kérdezed meg ott? Kit? Hát, hogy gyanús, hogy miért telefonozik. Hát, mert ott ezer egy dolgunk volt. Neked mindig hát azt most meg már idáig megy, aztán tégla meg már... Jó, de várjál, hát az is, ő hozta az Olá gyereket is, és Oláról bebizonyosodott, azért nem árt óvatosnak lenni. Az más, az Olát én is akartam, a Arab is akarta, a Leo is. Ki találkozik a szodos csajjal? Átvett mindenkit. Most akkor... Nem ő hozta, hogy hú, ezt vegyük fel. Ki találkozik a Igen. Ezt mindenki akartál. Ja, meg van egy nagyon fontos információm. Na, mondja a BMW titka, igen? A BMW titka, amit nem tudom, hogy említette nektek. Na. Egy szodos csajjal randizgat. Igen. Igen. Yes. Hát most mit mondjuk ilyen azért, Jézuska? Ez nincs rendben, tényleg. Hát, egyszer ide megyek, egyszer oda. Hát de ez mi? Most egy kicsit félre, nyugi. Puja itten, puja ottan. Valahonnan kell pűz, gyerekek. De ez rendben van! Persze, hogy rendben van. De ki az? Akkor alá valami nevet mondja, hogy infót szedsz ki belőle, nem? Katarina, hát nem szedek ki infót. Szeretem őt. Hát ez veszélyes! Ezt el kell fogadni. Hát de mi hogy fogadjuk-e? Rendben van, de hát bármikor kitudódhatnak a titkaink ezáltal. Elcsábítja ott a rózsaszín köd a feje fölött. Nézd meg a csábot. Be van szerelmesedve. Leugrok szerintem. Be van krepálva. Rendben van szerintük. Rózsaszínkör csak akkor, hogyha... De figyelj, BMW, most felvázlok neked egy szituációt. Megyünk rabolni, minden ott van a szerelmed. A Katarina. És akkor lelövöm. Akkor te erre mit szólsz? Szerelmi dűből megölsz engem. Igen. Igazabban. Mi az, hogy igaza van? Hát Jézuska! Ha igaza van. És én téged szeretnél, akkor lelőne a BMW, én is lelőném őt. Mondjuk egy kicsit gondolom szerintem. Kösz. Hát ez nem tudom, ez szerintem bajt fog még ránk hozni. Értem. Hát te úgy gondolod, hogy milyen viselkedsz. De már most úgy viselkedsz, hogy ti hármasoztok, már ne haragudjál. Hát most értem, most nem tudja senki, hogy honnan jöttem. Figyelj, most, figyelj srác, Feka, most, meg Kály, most vázoltam nekik, hogyha rablunk valamit, és lelőjük véletlen a csajt, akkor milyen mi mit lép rá, az, hogy ahogy lelől engem is. Hát tök jó. Micsoda megnyugtatás. Most igaza van, nem? Hogy lenne már igaza? A család fontos. Minden a srác. Csert, most erre mit lépjünk? Nincs igazam, de van. Nincs. De. Ez veszélyt fog ránk hozni. Megsértesz. Nem érdekel, hogy megsértelek. Össze fogod törni a BMW szívét. Nem érdekel. De akkor kapni fogsz, csak mondom. Fizetsz. Nem. Fizetsz. Felszólítalak BMW, hogy szakíts a csajjal. Rendben, hogy felszólítasz. Ne haragudj. Nem. De. De fogsz! Nem. Ide hívod, nem. És szakítasz el a szemem előtt. Meg biztos kell tenned. Mi?
Azért, mert te kéred, vagy? Igen, mert veszélyt fog... neked nincs asszony, és most így vagy rá. Nem azért, jó, figyelj, de nem kell, de veszélyt fog ránk hozni. Ez. Szavaztassuk meg a csapattal. Micsoda? Szavaztassuk. Jó, kérdezzük meg a többieket is, hogy mi a vélemény, viszont hétre ott kell lennem a kupolánál, egy embert fő akarok venni. Hát jó, csak nem akarok elszalasztani. Hallod, Kobrasz? Na. Viszont gyere, maradj már itt két szem között. Jó. Figyelj, ugye, elhunyt a szarvas, ugye? És a Mátrai Szeretett Szolgálatnak ilyenkor nem ártana egy kis adomány, hogy múltan érted. Ja tényleg, mondta a szarvas, hogy én öröklöm az ő részét. Nem, azt mondta, én öröklöm, és ezért ugye elhunyt, és akkor ilyenkor szép lenne tőled, hogyha adná egy kis adományt azért. Jó, rendben, majd akkor visszatérünk rá, jó? Hogyha lesz pénzem. Ugye az előtt visszatérünk rá, meg majd azt mondta, hogy hónapokban keresel, akkor szakos mondta, már vagy hét. Visszatérünk. Na, gyertek már itt, jó, biztos okay. Nem érzünk. Jó, menjünk. Kobra vázolod. Jó, vázolom a helyzetet, mert ez nagyon durva. Ez most lehozott az életről korán reggel. Hát ez nagyon durva. Azt mondta, hogy szélörökni. Tudom, meg akartam téveszteni. Irigyelj, jó, mondom azt, hogy vagy szakítsa a nővel, vagy felbontsuk a szövetséget, nem? Ez veszélyes! Hát ez nagyon veszélyes! Na, ahogy szerelmes lettem, még a hátam is megjavult dipla. Jééééé. Hello! Szerelem? Hello. Hello. Figyeljetek, van egy probléma, és kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, mert itt a két vezetőség nem ért egyet. Képzeljétek el, hogy itt a tavasz, a BMW ivar érett lett. Ez eddig megvan. Tudjátok, hogy ki a csaja? Egy szodos. Hát ezt mondtam neked tegnap. Hát ezért vagyok kiakadva, és azt mondják, hogy ezzel nincs semmi baj. Nincs hát semmi probléma. Hát most ő belé szerelmes érted, hát most... De randíznak meg minden. Nincs vele semmi probléma. Mi a véleményetek erről? Ki az a nő? Katarina. Ismered te is? Úristen, most ez komoly. Ja. Te jó ég. Hát én is már voltam vele. Jéhé, hát te jó! Jó, oké. Akkor... Zavar valakit? Zavar valakit, vagy csak engem? Hát a most figyelj, szerintem... Tegyék fel a kezüket, hogy minek zavarja. Három irigyen van. Három irigyen? Milyen irigyen? Miről beszélsz? Jó sok irigyen, jó sok irigyen. Azt mondja irigyen. Na mondjad, Dévitok, mit gondol? Akkor kezdtél. Ja, hát hogy amúgy szerintem sok egy ilyen, tehát egy olyan kaliber ember, mint mi vagyunk, hogy itt lopunk, csalunk, hazudunk, egy rendőrrel megy, jár össze, sznik, tehát... És honnan tudod, hogy a rendőr nem ad információt? Hát igen, ezt még ki is tudjuk használni, de ha szerelmes, akkor biztos nem akar rosszat a rendőrcsajnak, érted? Hát, de honnan tudod, hogy szerelmes? Hát most mondta! Lehet, hogy csak szni akar. Vagy? Szerelmes vagy BMW? Hááá. Mi vagy? Hát az igazat. Hát fuckboy vagyok, fuckboy. Itt van a testvéredben vagy? Miki, itt vagy? Miki? Ebből nem lesz jó. Mikulás. A cigány télapó. Jó, a cigány télapó. Mikulás. Az új emberünk a cigány télapó. Ó, ez nem lesz jó. Dolgozik. Na, jó van, figyeltek. Kobra szerint BMW a gyárulóték. Így van. Felszólítottam BMW-t, hogy szakítson a csajja. Nem arról van. Ja? Most másról? Nem, a lila akkor az beszéled, hogy tégla. Így van. Ki gondolja ezt még így? Hogy érted? Senki? Hát a tégla BMW. Azt, hogy elárulja a csapatot. Hello, sziasztok! Valaki gondolja ezt még így? Én nem gondolom, hogy kapra tudsz jönni. Aha. Kály, mi a fontos? Melyik mutatok? Micsoda, mit akarsz mondani? Sziasztok, szép és most nem tudom! Ez megijedni, nincsen rossz híre. Ez nektek szótja. Igen. Hallasz? Hallak, persze, örülök, hogy nincs rossz híred, mi újság? Nincs. Ez az enyém, amit a... Igen. Igen, nagyon király, igen. Igen, tudom. Igen. Másik, most hívott a csávó. Igen. Aki tegnap munkát keresett. Igen. Hétre itt lesz a kupolánál. Jó, akkor egy percünk van, igen. Igen, a másik, meg ez a bömös, meg rendőrös csajjal szeretnék már mondani. Gázos, nem? Csak szerintem gázos.
Nem, amúgy is gázos, igen, én is meglepődtem. De hogyha még jól belegondolok, akkor lehet, hogyha nem lesz bolonda bömös, meg ilyenek, akkor hogyha megyünk például szállításra, ez, igaz. Ez a csaj jól jöhet nekünk. Ez igaz. Ebbe igazad van. Infózni. Na, értem, mert most igen, nagyon szól, meg bár bocsánat a kifejezésé, meg igen, furcsa, hogy egy rendőr, meg bömös, miután, hogy a bömös idehozta azt az olajgyereket. Igen. De, ha még tényleg jól belegondolunk, megyünk szállításra, tudna infózni ez a rendőrcsaj, hogy akkor mi hány méter. Jól vagyok, Mangó, mondtam, köszi. Nagyon jó! Erre nem gondoltam, de érted, ezt mondtam az előbb, hogy lehet, hogy a BMW nem akar rosszat a csajnak. Nem tudom, ki kell. És a rendőrség nem fog nekünk segíteni, szerintem. Igen, Stoki, tényleg. Meg kell nagyon figyelni, nem kell ebben... Nem, én... Cseszegetnek figyelj, semmi. Nem, én elmondom neked széna az őszinte véleményemet, de ezt nem mondd el senkinek, én megkeresem ezt a nőt és eltávolítom. Titokban, én leszek a titkos egység, érted? Az egyszemélyes alakulat. Jó, meg találkoztam a mai nap az autópályán egy csajjal. Igen? Köszi, asszusz! És az meg egy bohó, annak a bohózzak számára? A csaja. Mi? Nem tudom, állítólag az is rendőr. Tényleg? Aha, de nem tudom, hogy ki az a csaj, mert ki akartuk pakolni, azt csak azt ott magyarázta, hogy a bohóc csaja vagyok, a bohóc csaja. És ki az a bohóc? Hát itten van egy bohóc. Tényleg ott van, az az öcsém, ott nem? Van. De hogy is? Ki az a bohóc? Az a barátoktól. Na mindjárt megkérdezem. Chat, itt szerelmi szálak vannak, ez nagyon durva. Hello! Jajajaj. Ki ez a bohóc? Kula, nem vagyok az, Kálló. Kukulász. Kárló! Te velünk? Kálló vagyok, hello. Hogy? Kálló. Kálló, van egy probléma. Magyar. Azt mondják, hogy rendőrcsajod van neked is. Nincs, az felmondott már. Ja, már nem rendőr. Hát már egy 4-5 napja. Jó, szóval igen, de most jutott a fülembe, hogy van csajod neked is. Igen, igen, igen. Felszólítok, hogy szakítsál vele. Hallott, Kobra egyedül maradtál a BMW téglát. Jó, rendben, be fogom bizonyítani. Na, már megint. Az a baj, hogy izé. Lehet az lesz, mert nem jó szedi a gumókat nekem, ilyen 150-eket, meg ilyeneket szedi. Ó, akkor... Kevés. Nem akarom beleszólni itt a szerelmi életembe, menjünk, a kupolához kell mennünk, jaj, igen. Jaj, ja, mit csinálsz? Mennünk kell a kupolához. Semmis. Jöttök velünk? Fekusz. Ja. Jó. Gyere, menjünk, jó autó. Hallod? Ja, illetve szeretném kihangsúlyozni, hogy széna szabad, de csak óvatosan. Jó? Ja, hú, csat, ez durva. De akkor BMW nem tégla. De nyírjuk ki a rendőrcsajt így, BMW kiakadna szerintetek? Az a baj, hogy nem szabad, ezt megkockáztatunk. Szóval lehet, hogy most én rosszul látom, de szerintem... Szerintem ez nem jó. Szerintem ez nem jó. Hello, beférek ide? Szevasz, Zsoli, gyere. Csak nem tudom miért. Szia, Főni. Zsá. Mehetünk? Nálad hely. Gyere, kopasz! Gyere! Köszi. Na, mehetünk! Jó, pasz! Mi van? Mi van? Az autódok, mindjárt, menjél már! Kami kérdőd, gyere vele! Jó, csak... Ja! Akkor higgyük el neki! Menjetek már! Mire vártok? Gondolkodok! Na, húzzuk akkor. Halljátok csak, én vagyok ilyen dilós, hogy engem zavar, hogy rendőrcsaja van a BMW-nek. Ez baj, nem? Hát veszélybe fog sodorni minket.
Nem? Csak nem. Mondjuk igen, egy kicsit érdekes, bár én nem ismerem annyira a BMW-t, de... Kicsit fura. Hát ez több, mint fura. Hogy fura? Miért pont egy rendőrre, érted? Jé! Kilőtt. Csát, amúgy megvannak az új PP-s autók lehívójai. Hogyha van kedvetek, akkor live vége felett nézhetjük őket. Lehet, Gábor, lehet. Jó, én be fogok menni a rendőrségre, és beszélek a nővel. Hallod, várj egy kicsit. Mizu. Menjétek többé. Mondjad, Kály. Ez a csávó már lehet, hogy rendőr ugyanilyen civil autójuk van, meg a múltkor is ugyanilyen civil autóval szivattak be minket majdnem. Jó, jó, figyelj. Függetlenül autó volt. Figyelj, nem probléma, akkor is fel fogjuk venni, és túljárunk az eszén. Jó. Jó? Ahogy érzed. Jó, de ilyenekkel mászkálnak a zsekák. Hát nagyon ilyen voltam akkor is, amikor a... Tényleg, egyszer utána fordult, tényleg. Jó, beszállok az autóba és megnyomom a szirénát. Jó. Most elkezdem a szirénát. Azt elég a para lenne amúgy. Az tényleg. Figyelj, mert ezen is a szirén hallott. Amúgy igen. Jó napot! De ki ez a másik? Batman, itt vagy? Ki lenne? Igen, itt vagyok. Nagyon jó vagy, Batman. Ki a másik? Johnny Bravo? Frankie vagyok. Nem, Frankie. Frankie. Ki ez az autó, srácok? A fekete? Aha, itt ez. Ez az enyém. Beszállhatok? Megnézhetem? Nem láttam meg ilyen autót. Nagyon jó. Persze. Gyorsan megy? Megyeget. Jó, beszállok. Nyugodtan. Megnézem belülről. Ó, hát ez nagyon durva. Ó, van rajtam music! Ignition az mi? Hogy rakjam? Laki, 59-es, nyomj egy kicsit. Nincs riasztó, de kapta rendesen, nem? Te jó, nagyon agresszívak vagytok. Ubus, hallod? 84 pajzsot adsz, ha levitt az egészet. 84 pajzs. Egy újabb rajongó. Nekem is kéne. 86. Varázsló. Életemben egyszer szálltam be egy autóba belsőrizet, és akkor is lemaradtam róla. Hát ilyen van, gyerekek, ilyen van. Hihetetlen. Szia, Győző, szia. Franky, szóval, vegyük fel ezt a képet? Nem baj, rendőr, nem? Érdekes lehet, ha fölveszünk egy rendőrt. Még hatosra hatott. Nagyon agresszívak a srácok. Ja, de milyen gyorsan adminba lépnek, nem? Szóval. Jó játékot, sziasztok! Szóval ez egy nagyon szép autó, megnéztem. Tudjátok, mit néztem benne, Franky meg Batman? Hogy van-e benne sziréna? Ezt ellenőriztem. Mert a rendőrök ilyen autóval szoktak mászkálni, képzeljétek el. És van benne? Nincs benne. Legalábbis én nem találtam. Én sem. Jó, oké, meséljetek. Tegnap Batman-nel beszéltem csak telefonon, a másik csávóval Széna, te beszéltél. Hova, mi akartok csatlakozni, hova meg minek, meg ilyenek? Hát, kapcsolatok építése szempontjából megismerném jobban a várost. Igen. Ez a Batman, ez jó, nem? Hogy legyen egy... Hát, ha... Te Frankinek mi van ilyen arca? Nagy baráti környezet körülöttem. Nagyon jó. És ti ismeritek egymást a Frankivel, Batman? Nem. Jó. Franky, mesélj magadról.
Hát igazán volt lenne, adtam fel a hirdetés, hogy valami munkát szeretné fogomnak találni. Igen? Jelenleg megkerestek ketten, az a Steam meg egy másik személy. Hát a másik személy nem teljesen volt, hogy mondjam, szimpatikus. Aha, nem százas, dilós? Hát nem, igazából eléggé zavaros volt az, hogy azt mondta, hogy DC-t öltögessek a telefonnal, szembeszélgessek ott vele, aztán mondta, ja? Hogy hát igen, elég necces úgy. Úgyhogy én egy kicsikét mondtam, hogy tudom, mit a verekhoz anyagoljuk. Ez a Frankie is mondta, jó. Este 7-kor itt. Hát mondom, ez kicsit így hivatottam. Ah, megint itt van a csávó. Nem vissza! Hallgat. Nem vagy bele! Nem vagy bele! Nem vagy bele semmi! Nem adja fel! Nem adja fel az emberünk! Franki, fogadjunk, hogy ez te voltál! Te hívtad? Viccelek! Újra élet a gyerek! Az zárjó! Kogoska tudsz adni 45-ös rejzét? Hát, nem tudom. Én az ilyen, nem tudok mit hozzáfűzni. Nem tudtam, nem tudtam. Hát én már leveszem a pisztolyomat amúgy. Nem mondjam, hogy jó, hogy az ilyen emberek. Jó, menjünk arré, Batman, meg Franky, meg Szina, gyertek. Jó, figyeljetek, van lehetőség akkor csatlakozni hozzánk, számítunk rátok. Nem tudom, hogy mibe tudnánk hasznotokat a csapatban látni. Hát ez egyértelműen, az így, most így hirtelen mondhatod neked bát, mondhatom azt, hogy hát én vagyok itt az Isten, mert a nagy szavahihető ember, szerintem egyesül, esetleg ismerik meg egymást. Aha. Ami kapcsolatot azért alakítsunk én szerintem, mind a két oldalról. Ez jó elpénzik ez a csávó. Nyilván ti azból jöttetek, szerintem ez már eléggé nagy így is nekünk, hogy mi masznék idéttünk. Feltenni úgymond a kockázatot, adja nekünk. Ismertek az arcunkat, látjátok, hogy hogy nézünk ki, mi nem látunk semmit. Így kell jelentkezni. Ez már inkább egy bizalomépítés, hogy mi jöttünk ide. Végre! Így van. De akkor ti ugye még nem találkoztatok. Mióta vagytok itt a városban? Hát én körülbelül egy hosszabb megőszakításra, hogy ez fél éve. Te Batman? Próbálkozok. Én meg egy 2-3 hónapja. Nagyon jó. És dolgoztatok máshol, vagy nem? Mit csináltatok ez időben? Nagyon valaki csörög. Mondhatom? Mondhatod, igen, Franky. Jó. Hát én ezelőtt most éppen mentős voltam. Azelőtt meg nagyon régen, vagy 1522-ben, amikor még volt serifség, és a kedves, hogy hívek azt az idióta rendőrfőnököt, aki meghalt. A Székely? Ja. De inkább kiléptem, mielőtt még én lőttem volna fejbe ott a helyszín, nem pedig azt kellett volna. Képzeld, én öltem meg. Eldöntött. Tényleg? Ja. Hát gratulálok, hát köszönöm szépen, legalább valaki más megtette helyet. Úgyhogy igen, úgy voltam vele, hogy még egyszer nem akarok oda visszamenni egyikhez se. Úgyhogy inkább kerülem azt a zónát, hogyha lehet. Hogy inkább valami kicsit hasznosabb munkába időbe tölteném, csak hát... Vagy a kapcsolati építést próbálkoztam, jelenleg, hogy mondjam, szépen kifejezve. Hát nem túl sok jót tudok így elmondani a kapcsolati építésről, mert azon kívül, hogy próbáltam valakivel beszélni, gratulálunk. És körülbelül elveszőlem mindent a személytől kezdve, a kajámat, mindent, az valahogy nem jól alakul ez a dolog. Igen, figyelj, mi tudunk nektek fegyvereket, meg védelmet biztosítani, meg egy jó közösséget. Vannak problémák, de ezeket meg kell oldani, viszont... Nem tudom, hogy mennyire vagytok terhelhetőek. Milyen feladatokat tudnátok elvégezni? Mindent meg tudtok csinálni, amire kérünk benneteket? Nagyjából igen. Persze, bizonyos idők keretein belül, hogyha érted, mire gondolod, igen. Jó, örülök neki. Jó, én szeretnék csak veletek beszélni így. Hat szem közt. Széna! Figyeljetek, srácok, van még esetleg barátatok, aki itt mozog a városba, vagy nincs ismerős? Hát én most mondanék itt egyet, de azt beszéltük, hogy nem beszélünk róla. Miért? Hát nem tudom, hogy a Johnny-t mennyire ismered. Johnny-t? Hát itt van nálunk egy Johnny nevezetű csávó. Na igen, hát mondjuk őt ismerem. Ja, hogy őt ismered? Hát de figyelj, hát ez egy plusz pont, mert Johnny egy nagyon jó emberünk, aki csatlakozott ide hozzánk. Szerintem zsarú, nem? Mert dolgoztam sokat, mert így bányászatilag, meg ilyen helyeken... Lehet, hogy zsarú volt.
Jó, jó, jó. Figyeljetek, hát akkor én úgy gondolom, hogy próbaidőben akkor tudunk nektek helyet biztosítani, aztán majd elválik, hogy hogy fogtok teljesíteni. Meg kell ismerni a többieket, és ez egy jó csapat. Igazából a másik, akik ilyen agresszívabbak, azok a szövetségeseink, ők a bandák. Tudjátok? Nem, nem. Há, ilyen gettósok, putrisok, így szoktam mondani, hogy putrisok. De ezt nehogy visszamondjátok neki, mert ezzel megsértődnek. Hát nem igazán szeretné, főleg így próbaidőszakban azt mondja ki, hogy persze, 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 nem mondd, mert lelől, lelőnek. Hát a golyémat jobban szeretem helyén tartani. Tudjátok, mit jelent a 10-4? Nem. Hát én, mivel mondtam, hogy sérülésben dolgoztam, tudsz, hogy mit jelent. Igen, 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 ezt megkérdeztem Mutko Zsolító is, ő nem tudta. Hát azt nem tudom, hogy fogja tudni, vagy nem fogja tudni neked elmondani. Jó, figyeljetek, mennyi pénzetek van, vagy hogy van autók, mi a vagyonotok? Hát, őszintén szóval nem tudom, hogy innen szerintem tök jó leparkoltam, észre se lehet venni. Igen? Hát az a sarabban azt a fekete kis Volkswagen. Aha, kis cuki, ja. Ez ott az ennyi. Nagyon ennyi jó. Az... Ennyi? Ennyi. És pénzed nincs? Hát, ne, van, van egy kevés, hogy 130 ezer, nem túl sok. Aha, hát ez kezdésnek szerintem jó. Neked, Batman? Hát nekem az a kocsim van, az igen? A fekete meg... 230 ezer. Nagyon jó, nagyon jó. Jó, oké, rendben van. Akkor az kezdő vagyonnak teljesen megfelel, de hát hetente tudunk nektek fegyvert biztosítani. Kérdésem lenne, bocsi, közbevágok, hogy van nálam egy heavy Stuker, meg annó nagyon régen foglaltam le, és azt nem raktam be annó lefoglaltak közé. Hogy ezzel mit lehet kezdeni? Azt, ja, azt, azt majd meg kell semmisíteni. Jó? Jó, oké. Jó rendben, csak hogy mert... tudjak róla, mert van nálam lőszer, nem sok, de aha. Legalább egy, nem tudom, most a fegyverek milyen tárták, vagy a stárakkal, de egy 60, nem tudom, hogy lőszer lehet, van nálam. Lehet, ja. Jó. 45-ös. Jó, jó, azt, ezeket meg kell semmisíteni, és akkor nem lesz probléma. Jó, rendben. Jó, rendben, akkor hazaviszünk benneteket, elintézzük a papírmunkát, és akkor felveszünk titeket próbaidőre. Jó, ha rendben. Esetleg... Nem tudom, tudok hozzájárulni, amúgy a csapathoz van 200 csomagolt cucc a kocsiba. Nem itt, aha. Hanem a másikban nyilván. Aha. Jó, az... Azokat ott tárolom. Az még szükség lehet rá arra természetesen. Jó, jó. Oké, otthon meg akkor a többi szabályt elmondjuk, akkor gyertek utánunk, jó? Rendben. Rendben. Jónak tűnnek, lehet, hogy zsaruk. Saját autókkal menjünk? Persze, gyertek nyugodtan a tietekkel. Kobra, gyere már itt. Jó. Mizu. A rukájékhoz, gyere. Mi? Na mi újság? D, mindjárt mondja. Mondja D. Itt az egyik srác szájába elhangzott egy olyan, hogy volt egy másik családnál is ilyen beszélgetésem. Igen. És mi van, ha az a másik család mégis bejött nekik, és megemlítette nekik, hogy jön majd ide hozzánk is. És beépül? Elküldték, hát elküldték igen infószerzés céljából, úgyhogy beépíteni. Jó, csak hát ez, mondjuk, ez hamar ki fog derülni. Hát a Franky, ő mondta. Sőt, ő még rendőr is volt régebben. Jaja, még egy nagyon régen. És tudjátok, mit mondott? Hogy Johnny-t ismeri. És Johnny Mutkor, ő azt mondta, hogy nem volt rendőr, de járőrözni indult, értitek? Az baj. Ugye? Az baj. Én ott megmondom, nem tudom így. Figyeljetek, vegyük fel őket próbaidőre, de tartsuk rajtuk akkor a szemünket. Helikopter. Ahogy akarod. Velünk van. Milyen a helikopter? Igen. Barátoké. Jó, figyeljetek, hazavisszük őket, felvesszük őket, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Ja, a tüdesz jött. Jó, oké, jönnek utánunk. Jó. Jó van. Vegyük fel. Vegyük fel őket, kíváncsi vagyok. Mit csináltok ott? Normálisak vagytok? Jó, figyeljetek, hazavisszük a két embert, fővesszük. Ti merre mentek? Vagy jöttök velünk? Nem tudom, nem foglom amúgy most. Jó, oké, akkor visszük haza a két embert, azt felveszük őket a nyilvántartásba. Elnézünk hozzá. És hol az a kettő ember? Már kocsiba ülnek. És a másik? Ki szerint rendőr? Csak nem. Szia Tamás, hello.
mondod, főnök. Mi zó? Csak az eddig ül a kocsiban. Ha miért a kocsi? A másik az hova tűnt? Azt mondtam, hogy ez neki. Ott van abban, nem? Ja. Ott van. Azban van. Persze. Sajnálom, de muszáj volt megpróbálkozni. Én DB-ztem, megpróbáltak meg, hogy legközelebb pontosabb leszek. Túlélni ennyi észre? Ilyet! Mi újság? Baj van? Ez az enyém, igen. Miért? Csak kérdeztem. Tetszik? Hát, őszintén? Igen. Hát nem nagyon. Mié? Hát lassú az a baj. És akkor csak a gyors autók a jók, te szerinted? Hát, nem. Hogy hívnak téged? Engem? Igen. Tomika. Tomika. Te szemtelen lettél, Tomika? Én nem vagyok szemtelen. Mondd, hogy szép. Igen. Az autóm. Nagyon-nagyon szép. De ne, jegyezd meg, Tamás, hogy attól, ja, hogy egy autó gyors, még nem biztos, hogy jó. Érted? Nekem lehet gyors autód, nem érdeke. Nekem még autóm sincs. Ja? És akkor te fikázod az autómat? Hát, jó. Szemtelen lett a Tomika. Szia, Kálmán Máté. Pénzem sincs, nem vagy autóm, van 2000-em. Miért nem dolgozol? Vagy miért nem szerzel pénzt? Én szerzem, csak piszkosat. Ja, piszkosat. Már fegyót csinálnok. Nagyon jó vagy, ezt már szeretem. Én is. Hallod, és mi élettél szemben? Közeledik a hétvége és szemtelenked? Hát már azért örülök. Mit csinálsz? A nagyba örülök. Örülsz neki? Mit csinálsz hétvégén? Itt leszek egész nap. Nagyon jó, és gyártad a fegyvereket? Hát... Hello! Hello! Mit csinál? Ja, lemaradtatok? Vagy mi van? Aha. Gyertek! Szerintetek megbízhatóak ezek a srácok? Adjak valami autót a Tamásnak. Szerintem nem is ad minket, ott tudok. Ja. Ő a Johnny? Johnny az. Aha. Johnny, hallasz? Hallom. Danika kollégiumban van, nem tudod Pesten. Jó van! Kapaszkodjál, tátú! Kapaszkodom! Jééééé! Mit csinálsz, széna? Basszus, látszik, hogy széna viszont az autó. Igen, nem tudsz vezetni, mondtam már, hogy jobban vezessék. Na... Te jöttél, ma... mit? Csuklós busszal? Hát de mit jössz ki, ha itthon vagyunk? Hova mész? Azért, mert elég hittem a csávó gyertyében. Hát de itt vagyunk már! Tomikának adjunk autót. Jaj. Hát Tomik, és akkor mivel közlekedsz itt a városba? Semmivel? Hát... Erikkel szoktam, meg Benikével. Ja, jó van. Jó van. Majd megjelenő a családi autó vagy elő. Ja, persze, azok vannak. Jó van, mert akkor kaptál volna egyet tőlem, de nem ezt, mert ezt lefikáztad. Pedig ezt oda akartam volna neked adni. Én elfogadom rögtön! Nem, most már lefikáztad, most már nem adom oda. Erre lecsúsztál. Nagyon szép az autó. Persze! Nagyon szép az autó, az ára még jobb, de persze. Nagyon szép az autó. Na, srácok, ez a mi kis hajlékunk. Itt szoktunk kezdeni a napot, meg itt van a házunk. Gyertek akkor utána, hogy bemegyünk az irodába. Legközelebb egy csuklós busszal. Jaj, te is szemtelen vagy, itt a hétvége. Mi van veled? Semmi, csak hát... Érted? Még tundrával kanyarodsz, hogy egy csuklós busszal. Félvesszük az embereket, mi nyelvünk. Jó. Mosó macit keresi valaki. Jó, felvesszük őket. Most, hogyha rendőrök, tényleg Tyler is írta, sokat nem tudnak elmondani rólunk. Mondjuk törbe csalni törbe tudnak, de meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Nem tudom eldönteni, rendőrök-e vagy sem. Ha igen, akkor egész jó beépülnek. Vagy másik frakció tagjai, nem tudom. Engedj már be!
Gyertek ide, srácok, Batman és Frankie. Aprit csináljuk. Igen, de viszont szeretném, hogyha elmondanád te, mik a szabályok itt nálunk, Róka. Én? Igen. Rókára. Jól van. Na innen első, na, legfontosabb szabály, innen élve nem távoztok. Így van. Biztos, ha ide ber, akkor ha itt kaptok kulcsot a házhoz, innestől kezdve innen élve nem fogtok távozni, csak halva. Vagy itt maradtok örökké, vagy halva mentek el innen, mármint a föld alatt. Mi koporsóba viszünk innen. De bírom, hogy néz ki a karaktere. Első és a legfontosabb, beilleszkedni minél gyorsabban, és tiszteltet megadni mindenkinek a családon belül, és a barátaink közül is. Majd megtanuljátok, hogy meg tudsz szokjátok, kötik a barátaink. Csatod mi. Már köszöntem Kálmán Máté, szia! Köteleseg vagytok a vezetőségnek ezt jelezni. Jelen állapotban itt előttetek mind a három, a negyedik népen most hosszú pihenőt tart. Ennyi nagyjából, nem? Hát igazából ennyi. Szia, Szelim. Van bármilyen kérdésetek, srácok? Bármivel kapcsolatban, vagy majd útközben majd kérdeztek, ha nem tudtok valamit? Hát, majd kérdezünk, ha nem tudtok. Nekem lenne. Jó, mondjad, Franki. Valami ilyesmi kvóta, vagy bármi egyéb teljesítendő dolgok, ilyen egyéb, ilyen, amint adottam már olyan sok mindent, hogy beszélgettek az emberek, hogy teljesíteni kell egy bizonyos heti mennyiséget, tehát szedjél le 500 hülyeséget, adjál be, ez tudod, olyan alapvető dolgok. Hát figyelj, mondjad, Róka. Jelenleg nálunk per pillanat ilyen nincsen. Így van, majd itt a csapat, ha megy szedegetni, vagy valami, akkor ki kell venni a részt a munkából, de nincsenek jelenleg ilyen elvárásaink. Érted, szóval akkor ez nem úgy működik, hogy egyénileg szabott, hanem csapatra szabott. Na, így csapatos túl, persze. Hát egyénileg is az plusz pont, meg előléptetési lehetőség, ha te úgy döntesz, hogy elmész szedegetni, és akkor hozol cuccokat, ez mind előléptetési lehetőség, de inkább a csapat együtt szokta ezeket csinálni. Jó, oké, király. Ja. Nekem még annyi, hogy nem tudom, hogy ti mivel, vagy hogyan keresítik a kenyereteket, vagy hogy szoktátok csinálni. Jó ez a Franki szerintem. Tegyük fel rablásoknál. Igen. Bejövő össze gondolom nyilván a kasszába. Így van, a közös kasszába. Így van, hogyha valakinek lehetősége van, mint tudom én esetleg olyasmi, hogy például az persze nem mindennapos, nem hetes, nem hónapos dolog, hanem mit tudom én mondjuk egy kiegészítő összeg, például emlék, mit tudom én szedek kipsziszűen összeget, stb. Tudod valamiből. És mondjuk berakom, ez van honorálva valamilyen titulusban? Ne, tehogy is, hogy te ezt magadnak is nyugodtan csinálhatod. Most, hogyha elmész 2-3 emberre, nem kötelező berakni ezt a kasszába, nem kell leadni a főnökségnek. Ugyanúgy fegyvert is szerezhetsz magadnak, csinálhatod nyugodtan a saját dolgodat. Annyit kérünk, hogyha együtt megyünk valahova, akkor azt közösen csináljuk. Jó, oké. Erre voltam igazából kíváncsi, mert tudod, csak mondom, hogy máshol más szabály, máshol más ház, mindenhol más. Persze. Figyelj, még annyit meg tudsz mondani, hogy melyik volt az a csapat, aki felkeresett? Mit mondtak? Nem baj, az a kérdez. Vánt, aki főhívott? Igen, mondtad, hogy egy másik csapat is megkeresett. Nem mondott semmit. SMS-et főhívott, utána SMS küldözgetett, telefonszám van, azt tudok megtakadni, de... Más nincs. Jó, figyelj, add már meg akkor a számát, légy szó, és fel szeretném hívni, és akkor utána elintézitek az applikációs, illetve az itteni irodai felvételt. Diktáld a számot, Franki, légy szíves. Gyanús. 5-5-3. Egy S betűs nevet applikáción tudnátok-e rá? 130. Nem tudom, hogy megtaláltok-e, de 133. Nem nehéz. Jó, nem elérhető ez a szám. Mikor hívott ő, Franki? Igen, privátban. Tegnap? Tegnap este kaptam 857 kutózós SMS-t. Jó. Ugye, mondom nekem, nem igazán volt szimpi. Szia, Szabolcs. Jó, bocsánat, nem figyeltem közben, éppen az úrral beszéltem. Ja, igen, megyek arrébb, akkor intézzétek Róka, jó? Nem azért mondtam, a öltönyösnek mondtam, hogy meg tudtok találni applikáción engem. Így egy... Rád írtam. E-mailbe meg is jött. Jó, akkor Frank is írjon neked. Frank, majd te is. Én meg akkor itt intézem. Milyen e-mail címem vagy? Ha szabad kérdezem. Raven. Mások érzem. Pillanat. Meg fogod találni, nem nehéz. Mi a nevetek? Nekem hehe. Jézuska, dehogy hehe! Tomás Selby, te vagy az? Az az. Ültem, e-mailbe csalult. Azt mondja, oké, most. Rendben. Jó, akkor intézem. Okay. Alá is írom, a papír. Fiatat kérek, kóra.
Jó, te vagy a telefon feltalálója, Franky? Vagy Markus? Ja, igen, igen, ha arra gondolsz, akkor igen. De melyik? A Bell? Vagy a Markus Miller? A Miller, ha? Ja, jó. Te vagy... Igen? Kérdésem következő. Itt, amit most elhangzott név, ez semmisnek van nyilvánítva, hogy mindenki tudja. Se, nem tudja senki. Jó. Hivatalosan csak most mi tudjuk, mert alá kell térni a papírt. Jó? Jó, oké, oké. Úgyhogy senki nem tudhatja. Jó. Akkor ez, ami itt van bent, az itt is marad. Így van, így van, így van. Vannak veszélyei, de igen, itt marad. Itt marad természet, ide be is raktam a fiókba. Úgyhogy... De Róka, te nem is mondtad, hogy te vagy a telefon feltalálója. Bellnek hívják, most néztem meg. Jó, akkor ennyi, intézi az applikációsat, és akkor beveszünk titeket a közösségbe, és akkor ott tudunk beszélgetni. Meg ilyen egyebek, jó? Jó. Most elviszünk titeket átöltözni, és akkor utána adunk nektek fegyvert, meg mindent, ami kell. Ilyen S betűs nevet szeretnék kérni. Nem egy pontad az S betűs neved? Mondját. Egy mind a kettőtöktől. Már oké, hogy rám írtad, vagy én közöké küldtetek egy e-mailt, de... Azért mondom, Lacek, hogy lehet, hogy kiemgézik, de csak nem. De tudjátok, mi ez az S betűs név? Elküldtem. Hát ja, Steven szoktam én is játszani, ugye arra gondolsz? Ájjjjj, olyasmi. De nekem ugyanaz. Hát... Ja, én meg cserélek akkor maszkot, jó? Jó, jó, jó. Akkor ha már ott leszünk, akkor cserélünk maszkot. Az S betűs névnek a hosszú száma kell nekem? Bizu. Ezután majd, hogyha őket lerendeztük, mit fogunk csinálni? Nincs ötletem. Nincs ötletet. Mert csak azért, mert ugye mondtad, sziasztok, hogy elvisszük átöltözni őket. Igen. Megcsináltatjuk nekik ezt a szettet, és utána fegyvert adunk. Most, hogyha elmegyünk be a várba, utána megint hazajövünk azért, hogy fegyvert adjunk, nem? Hogy most adnánk fegyvert. Jó. És már ott vagyunk, öltöznek, és hogyha nincsen terved, mi lenne, hogyha most... Rámennénk egy emberekre fosztogatni, mit tudom én, mi elég sokan jó, vannak. Jó, jó, rendben van. Megképzeld el? Van ilyen fekete, citromsárga, bolidos csávó. Igen. Pikmin maszkos. Igen. És mondta, hogy neki nincsen se családja, se senki, szeretne olyan dolgokat csinálni, meg stb. De úgy, hogy minket elrabolt, engem meg a Tomikát. Igen. És akkor... Utána ugye a barátokra is rálőtt, ő egyedül ez a pingvin maszkos, és igen, akkor minden Tomikának mondtam, hogy jó, mondjad neki, hogy akkor tudsz munkát, stb. Nem lesz ide behozva, mert nem. Gyanús a csávó. Igen. Meg is öltük, nem is egyszer. Mert nagyon nagy a szája. Jó, jó, akkor el kell kapni őt is, jó. Jó a maszk, de többen azt mondjátok, cserélj meg. Megfenyegettük meg ilyenek. Jó, figyelj, akkor utána vagyunk, megindulunk a városba fosztogatni, meg akkor megkeressük ezt a csávót. Mondom, citromsárga, fekete bolindja van, meg kék színű pandem. Jó. Azt mondta, hogy úgy megtaláljuk a városba. Jó, jó, rendben. Akkor rámegyünk. Megfenyegetjük egy kicsikét, jó? Úgyhogy jó. Oké, okay, király. Úgyhogy ezzel mondom, hogyha nincs ötlet, akkor elmehetnénk fosztogatni valami. Jó, rendben van, rendben van. Nem tudom, a csapat nem gondolkodik terve. Azt várják, hogy én mondjam meg, hogy mit csináljunk, nem? Igen. Hogy is ráncok, miért van rajta lojál rang, amikor jumpos? Egy ilyen... Ja, jumpos? Én raktam rá, nem tudtam, hogy jumpos. Jaj, bocs, segíts, jumpos. Vegyük le róla, akkor leci. Bocsánat, jó, jó. Király, jó. Köszike, hello. Ki is ment a fejemből, bocsánat. Nem baj, nem baj, megoldjuk. Ezzel is van, ez. De én ide rád értem a munkabazott. Semmi, én még a kórházi papírokat kitöltem még egy kicsit. Hogy hívják? Vagy nem adták át a... Jó, holnap lehet felvenni. Ez a lényeg. Nem értem rám. Miért, hol van? Pont Raven. Igen. Hát erre ilyen koponyástól nem jöjj, ami jött nekem e-mail. Pedig kirúgás. Kirúgás. Pépés kocsi próba lesz, lehet a live vége fele, igen. Csinálunk pépés kocsi próbát. Jöttek nagyon sok új autók, amúgy ma pedig berakta a Discordra elég sokat.
Ja, de ott állnak, aztán nem mondom, most nem tudom. Akkor bemegyünk a városba. Mondtam nekik, hogy legyenek egy kicsit kreatívabbak. Mert az, hogy itt állunk a HQ-n, az nem a legjobb. Szóval tégla lesz. Nem biztos, hát lehet, hogy most eljött egy frakcióba aztán. De én ezért nem is szoktam nézni amúgy a Discordot, hogy kiről mit, milyen ragot kérnek rá. Mert akarva akaratlanul se akarom kiemgézni. Mert szerintem ezek jó, jó RP lehetőségek is lehetnek. Szerintem. Szerintem a Tundra az jó, jó autó, csak nem lehet tuningolni. De mondta a Peti, hogy majd megnézi, hogy mi újság. Vagy akkor elmegyünk rabolni még útközben. Köszi Szabolcs az első donétedet a csatornán. Köszönöm szépen. Bankozni viszont ennyien nem mehetünk, értitek? Akkor a szövetséges nem tudjuk vinni magunkkal. Megint 4 autóval kell mennünk, és nem tudjuk magunkkal vinni a szövetségeseket. De én mondtam, hogy merjenek javasolni. Széna, igen. Raboljunk ma is? Jó, tegnap jó sikerült. Amúgy az üldözés az jó volt nagyon tegnap. És még annyi, hogy megcsinálják ezeket, és akkor utána indulunk. Átöltözünk, akkor lecserélem a maszkot. Jó, és akkor elindulunk a városba. Állami még nincs kész. Itt tetszik lenni csokolom. Ja, Mizu. Van a fegyódon szupresszor? Igen, tegnap vettem rá. Jó, jó, mert ide raktam be egy-egyet. Jó, köszi. Akkor ezt... Két bank egyszerre? Ja, tényleg. Mondjuk az nem hülyeség. Spálinka? Persze, Viktor, persze, víz. Voltam a boxolni, a szabból maradt vizem. Hú, de meghaltam. Hát, nem, túl szigorú ez. Jó ez a maszk, mert megy a ruhához, de... Várjátok, áthúzom a... ruhát, még megcsinálják. Egyesével üljünk autóban? Miért is fel? Hogy jó nézzünk ki? Akkor úgy tűnik, hogy sokan vagyunk. De ez a lila ruha, ez nagyon jó lett amúgy. Na jó, fölvettük így. Hát, ja. Többiek tudják, hogy el akartam menni? Lemaradtam, Dani. Ja, nem, Alex, az ilyen kis story RP volt. Nem mondtam nekik, de bele lehet vinni. Vicces maszk. Nem tudom. Nem tudom. Tony maszk. Ördög. Na, Mizu, sikerült? Megcsinálják. Ugye az egyiknek nem, mert rajta van az a... Ja. Jó, oké, adunk nekik fegyvereket, és akkor indulunk a ruhaboltba. Mondd a többieknek, jó? Hogy ezt fogjuk csinálni. Oké. Adunk nekik fegyvert, szerintem. Most próbaidőn... Én vagyok a tégla, igen. Igen, lehet, hogy én vagyok. Ide támaszkodunk. Ezért jó, hogy látjátok, nem tudom, hogy például a Franky milyen frakcióban volt, hogy ezt szerintem... Én nem szoktam Discordon nézni, hogy ki melyik frakcióban van. Mert szerintem így lesz jó a játék. Igen, Kutyuli kilépett, rendőr akar lenni. Jaj, még az jó lehet, hogy a rendőrcsajt megkeresem. Hogy jó, az még jó lehet. Megvagytok? Meg, igen, ő Frankit nem lehet, mert van rajta. Jó, nem baj, viszont a ruháját meg tudjuk csinálni. Adunk nektek fegyvert, meg akkor a ruhátokat megcsináljuk. Gyertek, megmutatom, hol vannak a tárolók. Így van. Szia, Gergő! Hello! Megértem, és külni, hogy... Igen, három napot. Ja, nem a baj. Hónap elintézzük, hogy elintézik a többiek. Na, gyertek, itt tudtok ételt, italt kivenni magatoknak, telefont, rádiót, hogyha szükségetek van valamire. Ja, te most, Franky, nem? Igen. Jó, csak megjegyzem körülbelül. Maximum holnap úgy is fogok kérdezni, mert sok mindenki tört. Köszi, bájk, a 11 hónapot! Köszi. Jó, lassan egy éves leszel. Te meg már is látod. Téged hogy hívnak? Ja, te vagy Batman? Batman. Ja, Batman. Te meg úgy is látod, ugye? Jó, csináltam meg a papírt. Igen. Jó, gyertek be, akkor itt van a fegyvertároló. Széna, adsz nekik fegyvert, légy szíves? Igen. Jó.
Itt lesz a fegyvertároló, ehhez csak mi fogunk hozzáférni, és tudunk nektek heti egy fegyvert biztosítani. De néha ha akció van, akkor adunk természetesen másikat is. Rendben. Rádió van nálatok? Mondjuk nálam kint van a kocsiba. Mondjuk Franky nem tud főcsatlakozni. Még. Mert ahhoz is kellnek a papírok. 77-es. Jó, akkor megyünk átöltözni, és akkor el kell kapni ezt a pingvin maszkos. De az a pingvin maszkos lehet? Akkor lehet, hogy ugyanarról beszélünk, akit múltkor el akartunk kapni, nem? Lehet, mert a kékek még itt vannak a városban. Főcsatlakozok akkor én is. Hello, itt vagytok? Hello. Figyeljetek, elviszik az újoncokat átöltözni, utána a városba fosztogatást gondoltunk. Valakinek van másik ötlete? Este 8 órakor találkozunk a szürkékkel. Jó. Éven. Jó, akkor mi elmegyünk addig átöltözni. Szürkékkel? Tárgyalás? Mert? Ugye a rankérésünk mindig nem az igazi, a tegelés. Ja, jó, mehetünk. Igen. Megyünk a plázába, van nátok pénz, srácok? Hát, hogy nincs, kártyán van. Ja, kártyán. Jó, király, király, király. Megyünk öltözni. Persze, vehetsz ki. Ezt nem kell megkérdezni. Öt vagyunk, az új nehéz lesz megoldani. Akkor most igazán, akkor nekem most felesleges a rádió, bárhogy is nézem. Hát igen, te most nem tudsz följönni a rádióra, nem baj, gyere velem és akkor megoldjuk. Most süketen fogok menni, ez jó. Jó, akkor találkozó lesz a szürkékkel. Nagyon király. Elviszem átöltözni a srácokat. Hol lesz 8-kor a találkozó, Kai? Mi? Hol lesz 8-kor a találkozó? Most beszélni a Zébóc. Jó, akkor majd rádión értekezünk. Ja. Jó, király. Persze, gyere. Meg gyere Batman, meg Franky, ti jöttek velem akkor. Az autókat majd ott a parkolóba tudjátok letenni, meg kivenni, jó? Jó. Batman, te már tudod, Franky, te majd csak holnaptól. Gyertek ide a tundrába. De te most be vagy építve? Be! Persze vagy be! Beám! Nem nyílik, rossz a központi zár! Hát, csináld már meg, mert én most. Tudom kinyitni. Nem jó. Dehogy nem! Nem jó, dehogy jó. Hát, mit loptak ki? A motort. Mié? Egy kis ki a motorát. Pláza. Hogy kell kinyitni? Hát gondolja a fejedbe a jobb egér. Igen. És utána a motorházhető kinyitása. Hé, hát well, kilopták a motort belőle! Szélerőművel működik a... Ja! Figyeljetek, srácok, a rókának amúgy van fegyverboltja is, úgyhogy ott tudtok hangtompítót venni a fegyverre, tárat, világítást, kint, ilyeneket. Melyik a te fegyverboltot a szabad kerülni? Mi ott van a... Hotel mellett? Állami fölött. 8-kor beszéltem vele a nagy színpadot. Hát gondoltam azt, hogy megkérdezem annak a tulajját, de hát nem nagyon láttam soha tulajt. Mondom, hát akkor mondom... Mit csináltál? Ne akartam keresni a tulajt. De mert elvileg azt mondták, hogy a fegyvereket a... Ez a Franky, ez jó játszik, nem? A készségének van ezért. Van tulaja. Hát mondom, megkérdezek egyet, mert beszéltem az egyik sodossal, és egész jól érveltem neki a dolgokat. Hogy mi van akkor, hogyha én most elmegyek mondjuk lőszert fort, tehát a lőpot szedni, és a lőpor az nem csak fegyverre használható lőszer, hanem használható gyógyításra, tízi játékot, bármi. És mondta, hogy hát ezzel meg tudnám őt fogni amúgy bármi. Jó RP-zik ez a csávó. Alapon nem tudom lehozni semmit ezzel, nem, mert teljes például. De most mondom, hogyha nincs nálam nagy tétel, csak egy 100 darabos, 200, az nem is nagy tételetem is jó. De aztán azt mondta, hogy ha szerencsére van, igen, győző, ezen akadt meg a fülem. Hogy bárki érdekelt a könyvét, akkor tudok kérni egy ilyen engedélyt, hogy a szemben. Eladtam rókának a pandemet, D megsértődött. Ha nem jött benne a nyilvántartásból, akkor meg lehet előre beszélni, hogyha jó gatyában, jó kutyiban van a főnök. Azt mondta legalábbis. Én mondtam neki, hogy mondom, jól lenne, mert én nem lehet a nyilvántartásból, ami képen. Köszi, Dorci! A live rajongói tagságodat, kedves vagy, köszönöm.
Ha lehet velük beszélni, akkor azt meg kellene kockáztatni, és akkor lehetne végtelen mennyiségűt szedni. Ja, akkor kérdezik, hogy nekünk van, hogy fegyver voltunk. Hát, hogy a belőle hogy gondolom legálisabb. Tudod, mint fegyverbolt? Persze, csak na, is így lehet, ja. Ugye hova szállítom le a fegyverbolt? Tudod a lőszert? Ugye maga a lőpot neked lőszerhez kell, mint a kolótér bármennyire használhatod. Ez a Frank nagyon és jó, hát, oda furcsa nekem. Tudod, mint hivatalos, aláírott papíros, hivatalos, legális szedő, mint beszerző, akkor neked is, nekünk is jó lenne, érted, mire gondolok. De mi, én nem foglalkozom. Nova, 72-en vagyunk fent, vagy most mire gondolsz? Ja, nem foglalkozhatsz? Nem. Ja, azt nem tudtam. Nem. Csak kiegészítők, meg szúróvágó eszköznek, forgalmazásom akkor... Alex, hát a karomon! Karomon vettem észre. Ja, bocsánat, oké. Semmi gond, nem én miattam, hanem az előtted lévő úriember miatt. Jó, oké. Nem rosszból, mondom, nem... Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szép napot! Jó napot! Mi járatban öltözködnek? Pontosan uram. Szabad nekünk is? Jöjjenek, persze. Jó, köszönjük szépen. Ja nem ide, akkor nem nadrágot akarunk először, akkor ja. Mi a felsőt fogjuk. Ja, jó, rendben. Uh-huh. Nincsen semmi. Nem, ez gond. Nem találok, hogy van. Róka, átöltözteted őket, légy szíves, mondod nekik? Dédes, hogy lehet hozzánk jelentkezni? IC. Mondjátok nekik a ruhákat, légy szíves! Aha, nem vannak ott annyira. Jó. Jó, nagy fő. Jó vagyok. BMW, itt vagy? Itt vagy? Ha. Hogy hívják a csajodat? Katarina? Nem hallom. Telibe. Jó. Megkérdezem azt a csajt. Fölé! Tessék, mindjárt jövök! Bocsánat, hogy zavarom önöket. A hölgytől szeretném kérdezni, hogy ő Katarina? Úgy hívják? Jaj, nem. Nem maga a Katarina? Mert Katarinát keresem, de egyszerűen nem találom a városba. Nem. Jézus, most mi te hölgyhöz oda fogsz menni? Igen, hát csak is így tudom kideríteni! Hát figyeljen, uram. Majdnem. Jó, akkor maga nem Katarina. Nem. Hát, nagyon nem. És maga? Jó, hát nem, a mai világban már, hát... Mai világban. Ja. Jó, köszönöm, bocsánat az a varázsfé. Jó. Hát ez a Bobby és Sűz, majd elmesélem neked előtt. Mondasz valamit, azt hallja. Megint keresek munkát, hogy mit terem. Kit, engem? Mondom, munkát keresek. Ja, nézem. Munkát keresek, munka kettőt is. Jó, hív fel őket, jó? Őket? Mi? Hányan vannak itt? Én kettőt látok, 16 perc írt, aki pingvin van top. Pingvin! Nem, öt. De lehet, hogy őt kell, de hát akkor kinyírjuk. Hát hozzunk, hát akkor... Miért? Tomika tudja a telefonszámát. Mi? Hát akkor rögtön kinyírnánk. Mi? Hát ha őt keressük, nem? Nem ő szemtelenkedik? Most már nem. Velünk a mai nap, de. Igen? Akkor hív föl. De hív föl és velünk intéz. Velünk jött. 6x6-tal voltam. Hogy iszi? Intézzek egy találkozót? Ja, intézzél vele egy találkozót. Ne 8-ra. A másiknak a számát lediktálod? Aha, 55. Jó, várja. Igen? 55-32. 65-78-9. Adam Wilson. Hányra intézzem? Nem tudom, majd mondd, hogy keresni fogod, ha végeztünk, jó? Hova hívja? Jó. Nem tudom, jó a kupola. De nem most még, mert most találkozónk lesz. Mondd, hogy beszélj vele, hogy majd szólsz neki, hogyha tudunk találkozni. Jó. Maszk, chat, kösz! Kösz. Jó napot. Igen is. Ugye nem vertek át engem, Katarina? Hát uram, nem? őszintén bevallom. Igen? Nem sokára vagy a feleségem lesz. Jaj, de jó. Csak és hogy hívják kegyét? Bianca. Bianca. És önt?
Engem pedig Dániel tudom. Jó, sok boldogságot kívánunk önöknek. De ha megvan Katalin, akkor szépen. Üzenjük már meg neki, hogy kerestem. Megüzenjük. Jó, rendben, jó, igen. Fontos így lenne, lesz. Köszönöm. És milyen nevet adjunk át? Szépen mondják kívánc. Azt, hogy... Jumanji, így tudni fogja. Jumanji. Jó. Köszönöm szépen, így tudni fogja. Minden jót! Rendben. Minden jót. Nehogy röhögnek! Kell egy új maszk nekem. Na melyik legyen? Állatmaszk vagy sima legyen? Ez ilyen bandás. La familiának amúgy nagyon jó. Szia Patrik, a kedője. Azt hívta velőbb, de baszta fogja venni a telefonát. Ja, bocsánat, nem törde ki a telefonomat, én vagyok személyesen. Én vagyok, igen. Itt a pingvin. Igen, nem tudom, várjon, lehetszentem repülőzemmódban voltam ugye telefonon. Itt a pingvin. Nem igazán, nem abban van, úgyhogy nem tudom. Itt a pingvin. Ja, van tojáskereső sevent, tényleg. Tényleg. Az mit akar? Most jelenleg 7 óra 50 van. Én is úgy vagyok, 9:00 az a elokia. Dika bagor. Dika mosómaszik. Nem akarok állatmaszkot, nekem soha se. Csak egy telószámot, hogy biztosan el tudjátok. Hallom, hogy itt van. Hallom. Vagy te azt egyet, de meg... Majd utána találkozunk. Sziasztok, kimegyek a várajóban. Oké, szia. Kicsit adjálni. Ez illik hozzá, nem? Hello. Szia, Dávid. Jó napot kívánok. Ez lehet megvan. Nézd meg, és akkor próbálj meg majd megcsörgetni. Nem tudom amúgy miért nem csörögtem. Ez szerintem első osztályú. Nem, chat? Ez nagyon brutális. Megy a mellényünkhöz. Milyen jaj, ne? Ez a legjobb! Azt a felút ilyesmit, azt... Ne! De ezt itt a szintem. Azt itt tudod, igen. Olyan izék vagytok. Köszönöm. Meg szerintem tök jó lett volna. Köszönöm szépen, akkor úgy. Vagy nagyon. Akkor majd hívjon vissza. Gino. Gino múltkor rámért Discordon, képzeljétek el. Ez még durvább chat. Ez nagyon agresszív. Ez nagyon agresszív. Ez nagyon durva. Ez olyan, mint hogyha... Bocsánat, de... Azokon a napokon nem kéne névre lenni. Bocsánat, de... Ez teljesen olyan... Váltsuk mást. Túl agresszív. Látom, valami drág. Keressél majd egy maszkot magadnak. Ez a maszk, ez sose. Gyerekriogatós maszk, ja. A bohóc amúgy nem rossz, de már van bohóc. Kitalálod a gondolatomat, vagy kimondjam. Nem kell. Az a baj, hogy egy jó maszk, nem tudom. Nekem ez a legjobb, ami legjobban. Ott volt a rokkama, szóval fizetett. Szoboszla? Igen, ma hívott, hogy holnap török meccs. Kapok VIP jegyet holnap a török meccsre, de mondta, hogy nem megyek. És azt mondta, hogy utal 20 millió dollár. Levettem, én azt mondtam. Jó, megyek. Nem tudok chat, jó. Ez a rendőrös volt. Az teljesen jó, igen, pont nincsen. Eperke. Én leszek az eperke. Jé! Ebből nincs másik. Majd én fölveszem. Legyél már bohóc. Ez jó, nem? Ilyen udvari bolond. Legyél már. Udvari bolond, azt mondja. Szerintem amúgy még mindig ez a best. Tessék, nem hallok semmit. Én sem vehetem fel? Nem. Hát ez nagyon jó. Lennénk, mint két tojás. Jó Isten, nem.
Hát ő a mellégünk nem egy két okos, az úgy volt, hogy megyek meg oda a streamre majd a Fortnite bajnokságra, de nem tudok lenni, mert györgöm menjek létre. Ez jó, nem? Nagy. Ez cilinderes. Nem baj, szerintem jó. Legyen ez. Leveszik a szemeget. Koponya. Ezt főteszem, azt figyeljétek. Nagy, de szerintem jó. Jaj! Ó, hát ez a legjobb! Na, elmegyek pisin és akkor mehetünk. Jó. Itt le, belepisolok ebbe a Jackie-be. Az szép. Az jó, az szép. Chat, WC, mindjárt jövök, mindjárt jövök, mindjárt jövök. Megjöttem! Most iszok. Iszok-piszok. Na, 8-ról odaérünk. Mindjárt kiderül. Hogy oda fogunk érni. Így néz ki a karakter. Nem látom. Megadom az engedélyt. Erre gyerek, maximum. Jó, igen. Adás. Mehetünk! D akar valamit kérdezni. Gyere, D! Hol vagy? Nem látom. Zéti, te aztán nagyot szóltál. De figyelj, te a fő. Mizu? De amúgy prosztatás vagy? Ne haragudj. Prosztatás? Egyfolytában pisilni jársz. Ja, hát vannak ilyen problémáim néha, igen. Szóval vannak prosztata problémáim. Igen. Tagadhatom meg. Na jó van, D. Mondjad, D, még egyszer. Ja, nem hallottam. Mondom, megparancsolta nekem a róka, és ugye mivel ő egy főnök, igen? Ezért a főnöknek a parancsát ugye nem utasíthatom. És mit parancsolt meg? Kérdezem meg tőled, hogy prosztatás vagy. Igen, de most ez mi baj? Hát nem baj, csak megkérdezem. Tudjátok mi a jó a prosztatára? Na mi? A tökmagolaj. Az hatásos. Jó, egy ad liter számra aztán. Jó, nem rendben. Elég érdekes íze van, de jó. Na, de amúgy figyelj, itt a pingvinon pot megpróbálom fölhívni. Igen. Az előbb itt hallottam, hogy beszél. Igen. Itt volt mellettünk, megtaláltuk. Igen, és mit beszéltél majd vele? Hívom. Hát majd keresem. Jó. Jó, na de menjünk akkor, a megbeszélés után akkor keressük. Indulunk a nagy színpadhoz. Jó, indulunk, utána akkor pingvinnel találkozunk. Kettő egy lesz a magyar török, Gábor? Na, iszol olajat, ugye? Persze, tök magolaj, így van. Ugye nem akartam megkérdezni, mertem megkérdezni. Figyelj, de nem baj, ez férfiak között ez semmi probléma. Csak tudod mi a baj? Én mondtam már nektek, hogy ezért nem merek elmenni urológushoz, mert félek, hogy élvezem. Hehe, kapta halt. Hehehehe. Mivel a vakkal a dét? Igen, mert mondtam már múltkor nektek, hogy ezért nem merek elmenni urológushoz, mert félek, hogy élvezem. Jó. Megjöttem. Jó. Nincs nyitva. Gyertek. Nem jó. De ne nyissál rá! De nem jó. Most. Nem jó. Most. Nem jó. Dehogy nem jó! Valakit nem várunk jó. Még? Nem, ennyien vagyunk, mert... Hát a Franky most jön ott nem, ki. Nem modokat velünk, kaptam egy... Ja? Angyalintés úgy, ja, akkor... Majd hónaptól.
Így van. Nagy színpad. Ez jó lett volna elvinni egy klipot legalább, tehát számat lehet. Elsétál? Nézd meg, kis cuki. Szevasz, Fenki! Gyerekkoromban játszottam, képzeljétek el a COD 2 nevezetű játékkal, és Franky volt a nevem. Aha, évekig. De azért, mert a játék Frankenstein nevet adott nekem alapból, és akkor így lettem Franky. Hát ez senki. Na menjünk a nagy színpadra. Szürkékkel találkozunk? Azt mondta a Kyle. Kíváncsiak, kik ezek a szürkék. Ja. Álljál meg! Katarina! Megvagy! Katarina! Jó napot! Jó napot! Jó napot! Maga az Katarina? Nem. Hát ezt nem hiszem el, hogy hívják magát? Bent egy motoros szürke ruhába. Innen ne rap. Tessék? Lara. Köszönöm mindenki most van. Hogy hívják? Lara. Lara? Igen. És nem tudja, hogy a Katarina hol van? Nem. És maga mit csinál itt, Lara? A barátomat várom, elvittik a manuk. Jó, rendben van. Akkor, ha maga nem Katarina, akkor mi már le is létezhetünk. Minden jót. De... Senki se Katarina! Kocsi. Hát ezt nem hiszem el. Megkérdezhetem, mi a rádió? 13-as. Köszönöm. Manu, gyere! Senki se Katarina. De milyen sok női játékosok van ezt tökről? Balra, és majd elfordul balra. De most jönnek. Keresztegődjük be balra. Mennyi? 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 Várjál, már ez nézem a telefonomat. Ja. Oké. Okay. Bocsánat, chat. Robothangot használ vajon, vagy az a... Nem tudom. Ja, jó sok női játékosunk van. Balra, ne jobbra! De most mi? Hova megyünk? Hát meg akartam neki mutatni, hogy hol kell elkölteni a pénzét. Ja, a fegyverboltod, itt van. Jó, itt már voltam, itt ez nagyon jó. Dehogy jó, képzeld, de 3500 a szupresszor beszerzi 100 dollár, érted? Ez nem igaz. De. Ez nem igaz. És nem felezte el velem a bevételét. Azóta rosszul vagyok. Miért kéne elfeleltem egyet? Azért, mert az én ötletem volt a bolt. Te meg megnyitottad. Az ötlet adóé a fele. Szabad, bátya, félre kéne. Jézuska! Segítség! Segítség! Köszi, Szebi. Ó, bakker. Segítség! Ez volt azzal, kérem szépen. Ki kezdett? Fegyel van rátartva. Elkezdtem. Márcsik urat. Hol van a Márcsik? Szálljon Márcsik, fegyver van rátartva. Úgy, hát ez nagyon nagy baj. Ha nincs, de. Mit van bent a kutyiba? Most fegyverzzük le a izőket. Többieket, gyertek a benzinkúthoz. Hol. Nemzeti benzinkút, nemzeti benzinkút. Gyorsan jöttek. Felvesztek. Milyen ruhások? Szürke autó, fehér izé, RSQ3. Rám lesz meg helikopter, gyertek már. Nemzeti benzinkút, most mindenki kereszteződésben. Szürke poli, fehér RSQ3. Elvett a lőszer, de a fegyvert nem. És nem tudom, mi van. Ezre, 4-5-en vannak, 2 kocsiba. Gyertek má! Gyertek má! Ebből mi lesz? Szavalik! Ne enged! Menekül! Kapjátok el! Kire jó, meg vagyunk? Jaj. Igen, ez van. Ott a fehér váltat, hogy az a kicsit. Megyen fogok a polira, aztán az ugye elmegy. Oké. Szólít be az kőtke mozik. Meg vagy? Meg, csak a lőszeremet vett el. És hú, megy kőkutik felé. Szállj kiadok. Az előbb sort volt a képút, hogy előtt. Kösz. A lőszeremet vették csak el. Az még jó, hogy én Hedivel észrevettem. Kösz, szép volt. Aki szóljon már... Hello, te jó vagy? Várjanak meg minket. Még jó, hogy tüdő itt volt Hedivel, ja. Szia! Minden rendben? Jó, mehetünk, a lőszeremet vette. Szürke bolit, szürke bolit, el van szólító, bátyja, nem szállt ki.
mi legyen akkor? Most a kerekére. Készüljetek. Keresünk a főprofilik előtt. Vagyok. Itt vagytok? Fegyver volt. Csak RSQ is. Róka hol van meg, Franky? Itt van velünk. Jó. Tudjon lefoglaltad. Mentő. Jó, hova menjünk? Itt van itt Dögvész. Kázd a két autót. Gyüldözik. Dögvész. Hogy ezek a szomszédaink, csak mondom. Nem tudom, de jól lefegyvereztek, megadtam magam. Jó, mert fölfogva is megyek. Jó, hogy legalább van ellenfél. Tudni fogom az annyi, hogy rendőrség mellettünk a bolt, onnantól elveszett. Akkor megyünk vissza tárgyalni? Valaki benzinkútot rókáért? Kobra, köszi, Franky. Gyere már, vissza tudsz jönni a rókáért? Persze, megyek. Na, de ez érdekes volt. Érdekes, hogy a fegyveremet nem vette el. Nem? Erre vagytok. Fegyveremet nem vette el, csak a lőszert. Hol? Tudom, az az eskó. Keresem, nem tudom. Nem mentem neki. A bolét merre van? Széna, visszajöttem ide. Benzinkút tegyem el. Benzinkúthoz légy olyan kedves. Melyikhez? Ahol kipakolt a titeket? Hát itt állok. De nem a kúton. Gyere ide a kúthoz. Itt vagyunk a sarkon a kúthoz. Hát én nem tudom melyik. Jaj, rendőr, meg követ engem le. Kúthoz, Kobra. De melyik kúthoz? Nem tudom, hol van. Ott, ahol... Hát itt alattal, ahol elraboltak. Itt vagyok, ahol elraboltak. De a kúthoz, a benzinkúthoz. Nem látom kutat. Ott van egy benzinkút, van egy ember. Te, jó ember. Csett, most merre van a kút? Skacok, én utána megy rendőr. De hol? Engem be fognak vinni, mert hello! Körözve vagyok. Hol a kút? Feri, mutasd már! Igen, mikor elkaptak... Na, mikor elkaptak... Ha, szépen úris! Mennyi? Akkor mondtak, hogy kétszeresen rangbeli. Mindjárt Feri elvisz. Jézuska! Megoldottam, hagyjad. Városi reptére, hát úgy értem, valaki jönni, akkor hozok autót én is. Ja, a Feri se tudja. Rajtam a rend. Frank, jó, hogy jöttél játszani, örülök neki. Megjöttem a kútra. Igen. Itt egy hulla! De már szóltunk, hogy nem kell. Hello! Ki vagy? Te jó ég! Nem tudom! Van nála három húsvéti tojás, itt van a fődön, főveszem. Aha, mi az? Jó, elkezdem átkutatni a ruházat, hát ki vagy, Cula? Rendben, letérdelek hozzá, megnézem a zsebeit. Megtabad, üres! Te jó ég, ártalmatlan ember, nézd meg, Feri. Hát ez hogy került ide? Fogalmam sincs. Hangár. Mi hova menjünk? Csak kéne segíteni. Hol? Most próbálom kivinni őket nyugatira. Melyik a nyugati? Húzom őket akkor merre? Itt jövök főpublittól most. Áj, nem tudok tájékozódni, az a baj. És énél jó lesz? 19.55-kor írta ki Geri, hogy tilos elvenni a tojást? De nem elvettem, hanem a földön találtam. Ilyenkor mi van? Visszarakom a föld... Most ezt megkérdezem. Geri? Hello, kérlek. Nem elvettem, a földön volt! Nem ugyanaz, ezt tisztázzuk le! Meg vagyok, itt vagyok, nemzetiné. Képzelt vagyok. Mert ha nem éli túl, úgyis elveszik tőle. Kettő. Nem, egy. Nemzeti körülbelül. Hallok.
nemzetérzés, srác. Cső! Hallod? Annyi, hogy ő kiírt a Geri, most mondták, hogy ő nem szabad tojást elvenni. Igen, igen. De ezt a földön találtam, ilyenkor mi van? Eldobta valószínűleg a karakter. Nem segítsen, nem ő. Jó, de akkor nem veszem el. Vagy a földön volt, de eldobta valószínűleg. Földön mit vagyok? Jó. Három rendőr autó van már itt. Nem, itt hagyom, itt hagyom, biztos ő gyűjtötte. Jó, na köszi, ennyit akartam. Köszi. Jó, jó. Szia. Nem veszem el, majd keresek magamnak. Megyünk az akcióra. Kérde autót. Mi ez a lag? Főpördítek az események? Merre vagytok? Hát hol vannak? Miért, hogy elkapta egyet, szellemház, hogy tovább? Szellemház! Azt sem tudom, hol van! Kicsi vedd a szellemháztól. Szellemház, megyek. Én vagyok a felmentő sereg. Akció, balhé! Elkapták el. Balhé! Két főkanyarodunk hozzánk itt a kereszteződésben. És fölfele legyen, és a bolt után. Hány FPS sem van? Megyünk. 69. Na, mondja, hogy vagy mi is a bolt után. Jó, én jó vagyok, most tudom, hol van. Négy rendőr látok is szállva. Nem tudunk más csinálni, hagyjuk, levisszük őket. Most, hogy beviszi a BMW-t. Nem tudunk le mit csinálni. Nagyon sokan vannak! Az jó beparkolt! Vannak, hányan vannak? Vannak bácsi, 2, 4, maximum 5-en vannak, most leszik be a kocsiba. Hát akkor már fülösen sem megyünk oda. Jó. Maximum ezt is megnézzük, hogy elviszik és ennyi. Ja, és akkor szerzünk túlsz utána? Nem. Nem akarjuk megmenteni? Már nem szeretnénk. Nem mentetjük meg. Max, rátestünk rámenni. Rabszállítóra tudunk rámenni. Jó, akkor a rabszállítóra kell egy terv. Találkozzunk. Ja, valahol találkozzunk és beszéljük meg a tervet a rabszállításra. Á, elviszik végre. Jó lesz, mit mondjuk, mert amúgy ők egy nagy erőkkel várnak ránk. Erről itt vagyunk. Csak mennyi nagy színpad, letárgyaljuk és talán megbeszéljük, hogyha esetleg... Jó, a szállítás, valakkor rámegyünk a szállítás, úgyis kihallgatják. Jaj. Jó, akkor nagy színpad. Igen, nagy színpad. Jó, nagy színpad, chat, mert most BMW-t elviszik. Rádió védett, Freki. Bakker. Szia, te GTA szerelmes, Dani. Francba, elviszik a zsaruk. Ugye érkezünk mi is, csak Kálmánt elvitték a manót. Kálmán itt van! Na, hogy legyen? Mi legyen? Nagy színpad! Ha szállítás lesz, akkor meg rájuk megyünk. Na, de én tudtam, hol van chat! Tudtam, hol a szellemház! Hát ez óriási. Tényleg, hát a csaja kihozza, nem? Hagyta magát. Lehet, hogy direkt elkapatta magát. Na nem baj, ha szállítják, akkor rámegyünk. Ja, tudtam, hogy hol van, most az egyszer. Kiadja! De ezt, hogy nem tudtam, hol a benzinkút, ez kiborított teljesen már korán reggel. Köszi Zsolt, köszi, kedves vagy. C2, lehet Pablo a kasárkány, meg PUBG-t akarok majd. Szia, Bika! Mostában jól vezetek. Én ezt én mostanában mondom. Mostanában egész jó vagyok. PP-s kocsikat, nem tudom, ha lesz rá idő, akkor megnézzük a live végén, de nem tudom. Mindig úgy bele... Meg most akció van, akkor... Bikának betört a monitorja. Na, nem nincs. Na. Hello! Szép estét, szép estét. Melyik volt ez a barátod? Melyik volt ez a barátod? Egész jól néznek ki, jó a ruhájuk. Köszi, chat. Hogy néznek ki? Szép estét. Én? Hát ez a Zoral, nem? Kinézett. Ja? Nagyon Zoral. Nagyon. Köszi. De mi ez a srácok? Kik vagytok? Köszedegettünk, aztán mondtátok, hogy valamiről kéne beszélni. Van, aki elkapunk, hogy állandóan. Nem, azért beidegettünk. Igen, hát bocsánat, most egy kicsit kevesebben vagyunk.
már hirtelen jött. Tatolyás. Egy ilyen fehér autósok minket elkaptak. Mondtam, hogy tárgyaltunk, de viszont elkaptak minket. Nem igen, tudom, és... ki volt az. Akik voltak ott. Ha menne egy titkot. De nem mondta semmit, vagy... nem nagyon. Azt sem mondták, hogy zsatté zsá. Milyen kocsival voltak? Igen, szó, bocsánat. Milyen kocsival voltak? Azt hiszem volt ott. B1, nem bőven a biztos. Nem a mandarisokra gondolsz, bocsi, csak azért kérdezem, hogy nem voltam ott tenni ezzel. Pablo, de nem szoktad. Nem, autót próbáltunk az egy barátommal, egy fehér márci voltunk, én azt szerintem, akik ott voltak, tudja. Ez a Black, nem? Igen. Ja. Igen. Kis cuki, tényleg. És akkor... valami játszott esetleg megbeszélni, hogy ne kapjuk el egymást. Ja, hogy nem akarják, hogy bántsuk magukat, értem. Igen, ezért itt már tárgyaltunk is a önökkel. Velünk igen, mert ma beszéltem. Igen, és heti szinten 300 fokot adunk. Mármint el, nem hogy le, hanem el. Igen. Nektek? Jó. Nem tudom. Az milyen árban van a kokó? Mennyi adjátok? Mennyit beszéltünk srácok, most így pontosan nem emlékszem. Ma meg el van adva az összes bátyja. Nem, de hogy mennyiért adják, ja, meg, akkor adnák nekik is ugyanazt mondanom. Mennyiért veszük tőlük, vagy nem emlékszem. Nem emlékszem. Igen, ez a plan. Nem 200 ról volt, vagy nem tudom, valami hasonló. 200 vagy 300, valami 200 vagy 300, ja, annyi volt valami. Hát figyelj, azt hiszem, hogy jól emlékszem, akkor 100 darabot tettünk volna, 45 000-be, de 10-45 mondtok rá, vagy valami ilyesmi volt. Valami ilyesmi volt, igen. Jó, de akkor ez ma megvan ez a biznisz, jó? Jó. Így van. És akkor milyen autókkal mászkáltok, hogy tudjuk, vagy... ja, valami támpontot adjatok. Bugatti, Balit, Koenigsegg, Jesko, ilyenek leginkább, de... Egy Cupra. És milyen színű? Mit kérjünk tőle? Nem akarom, vagy fekete, vagy szürke igazából. Szürkével gondba estek. Vá, szürkével baj lesz. Ajaj. Szerintem a feketéjében is, hát az minden embernek az a baj, a fekete olyan szóval. Ja, valami olyan szín kellene nektek, amit könnyű megjegyezni. Mhm. Vagy mondani kell egy szöveget, az akkor... Jaj, egy szó, és akkor ugye megegyek egymásra. Az nem jön be sajnos. Ja, az kocsi szín az jó lenne, meg most a ruhátokat láttuk, de a kocsi szín lenne mérvadó, hogy átszínezitek valami konkrét színre az autót. Ezzel kapcsolatban viszont akkor szerintem majd megbeszéljük, és akkor jó. Úgyis megvan pár telefonszám, akkor értesítünk titeket. Jó. Ezzel kapcsolatban, és nem úgy lenne akkor a legtisztább. Jó. Muszáj lesz igazából, egy autó, igen. Igazából mi nem ebben a ruhában szoktunk maszkolni, csak tárgyalásokra, meg akciókra megyünk ebbe. Igazából amiket itt láttok maszkokat, abban szoktunk lenni igazából. Jó. Jó, akkor megbeszéltük, akkor az autószín kellene, aztán úgy tudunk azonosítani benneteket. Jó, azt kitalálunk akkor valamit. Mondjátok a bolszak. Ja, ennyi akkor. Ja. Mi nekünk már menni kell, mert a barátunk bajban van. Igen. Jó, oké, akkor szóljatok majd a bolsznak, ha megvan az szín. Küldje SMS-ben neki képet. Elintézzük, mert nem úgyis, nem mindegy, igen. Jó, oké. Köcső. Már ne gyertek ide, most a BMW-t akarjuk megmenteni, valószínűleg a kihallgatóban van. Nem. Nem mentek a rabszajtásra? Dehogy nem. A szodnak az épület az melyik, srácok? Szóval melyik az? Bejelölitek, légy szíves, megnézem. A szodnak az épülete. A szodnak az épülete? Ja. De kiveszem. Én nem szodosok voltak, ha jól láttam, rendőrautók voltak. Rendőrök voltak? Igen. De akkor is a rendőrök fogják vinni. Nem, de kis onnan. Jó a jelölés. Tól vagy az orrankában. Ja, hát legyünk a városba, aztán majd ha indul a szállítás, kimenekítjük. Ja, ORFK-t kapta el, most mondják. Jó, akkor most az ORFK-t jelöltétek? Nem, a sorok. De nem ott, ORFK kapta el, azt mondják itt a srácok. Nem jelöltem amiket. A sorok jelöltem, de nem így. Jó, akkor az ORFK-t jelöljétek. Ez bejött. Jó, király.
Jééééé, itt nem lehet kimenni! Ja, de itt. Jó, BMW-t meg kell menekíteni, és akkor lehet Katarínával is találkozunk. Most itt az idő, hogy megsemmisítsem Katarínát, aki elvette tőlünk a BMW-t! Ugye? Nagyon. Mint egy szerepe. Úgyhogy... Tudja, merre kell menni? Válaszol ezen tetves rádión egyébként. Vagyunk, hogy 30-es egy választ nem kapok a faszokó rádión. És hallottak, hogy kérdeztél. Ja, semmit nem is hallottam. Már se szólaltál. Kurva jó. Háromszor megkérdeztem. Valószínűleg nem. Valószínűleg nem ide hozták. Ti, de ez ideges. Nem bizonyos miatt elérünk, merre kell menni? Elvileg itt járkánk a városban. Várjuk, hogy kiírják, hogy szállításon. Tüdő tiszta ideg. Szállításon ki akarjuk menekíteni, így van. Na ezért mi már egyedül vitték be, hogy nem túlszózhatunk. De azért a szállításon fogjuk kimenekíteni. De csak ha lesz. Igen, úgy akarjuk túlszózni, túlszal nem tudjuk kihozni, az a lényeg. Nem voltak ott az épületbe. Akkor... megint megnézem. Számít balra, utána egyenesen is balra, és ott jobban. Tudod, hogy így nem tudom, csak a bejelölőt. Jaj, tényleg. De az előbb megtaláltam GPS nélkül a szellemházat, képzeld, de! Azt te de ügyes! Persze! 99%-ig fölöbbok, hogy hova rekkel vannak. Itt a három autó, ami kint voltak. Akkor elvitték. Te mentél balra, hát ott láttam. Itt láttad az autókat? Nem, az látod? A D-pillanat mögött ott is van egy hátsó kapu. Rám felmész a hídre. Igen? Le tudunk balra majd nézni, menj meg. Aha, itt van. Itt vannak. Itt vannak. Hát ott láttam és elmenekültek rögtön. Hát itt van a... Jó napot. El a Speedy-nek a hátsó bejárata. Igen. Fogták még a fogjukat bevinni. Jó, hát nem tudom meddig tart a kihallgatás, mert ez az is lehet, hogy el fogják engedni a csaj miatt, és nem szállítják. Hát viszont tudod, mit jelent, ha a csaj miatt elengedik a BMW-t? Az gázas, igen. Jaj, persze, akkor köpött! Nem gáz, akkor azt jelenti, hogy nincs veszély. Nem. Na, ott már fel is csapta a villogót. Ja. Francba. Valakit igazoltatnak? Látunk titeket. Széna? Igen. Akkor menjünk oda. Nem megyünk még, szerintem csak egy egyszer ja. El fognak menekülni. A sor épületénél egy autót nem látunk, hát szóval valószínűleg BD. Igazoltatás valós, van. Kaminál fegyver biztos. Hát csak nem kutatják át, csak egy igazoltatás, nem? Hát elméletileg csak igen, és nem menekült, tehát innestek ebben nincs joguk. Hát ja. Jóban, tartsuk rajtuk a szemünket szerintem. Ja. Ki van még itt velünk? Az újon szerintem. Batman. Jó, figyeljél, baba. Igen. Ja, ennyi csak, hogy figyeljél. Hogy röhög! Köszi, Black, köszi, jó, aranyosok voltatok. Majd a kocsit csináljátok meg. Megfigyeljük őket. Jön még egy zsaru. Csak azt szerintem ránk tapad. Nem. Nem. Azt hittem. Csak nem veszik el a cuccokat. Igazoltatják, igen, figyeljük őket, igen, nincs baj. Baj van, szója. Valószínűleg, hogyha nem szállítják el, akkor az gázos, tudod? Mert akkor, hogyha a csaj segít a BMW-nek, akkor a csaj is el fogja várni, hogy segítsen neki a BMW. Nem? Szerintem meg volt, hogy igazoltatják. Itt vagy, Róka? Befka híd, ugye? Igen. Nézzük minden a másik sorokba.
nézzük. Innen én. Látom. Innen nézem őket. DMI kapnám. Szép a tundra hátsó ablak? Tényleg? Itt vagytok, baba? Itt. Akkor hol a róka? Itt vagyok, bocsánat. Ja, na azt mondom, hogy ha a csaj segít a Blacknek, akkor a csaj el fogja várni, hogy Black is segítsen neki legközelebb. Ah, mi a ki? Milyen Black? Haló? Igen, ezt kezdjük előre a beszélgetést, kedves. BMW! Ezek a B betűsek. Értelek, amit mondasz, hát akkor ez így van. Jó, jó. Ez pontosan. Jó van már! Lehet, hogy Black BMW. Lehet, hogy Black BMW. Tényleg, hát fekete BMW. Na, hát ezt mondtam! Ebben összezavartál. Látok 200 UTQ. Ja, tényleg. Black BMW. Black BMW. Hát jó, tehát jó. Várjál, és azt ismered, hogy Black Bacardi, Ikoma, Ikravácsi. Ismered? Mi kedvenc zeném fel, hogy is ismered? Autóban jó szól. Várjál, begyóbb. Figyelj. Oké. Okay. Szerintem csak copyrightot kapok, de ismeritek, ez egy nagyon jó zene. Black Bac. Várjál, még reklám van. Nem fizettem elő. Reklám van. Nem fizettem elő. Figyelj. Figyelek, figyelek. Két igazoltok neked megvannak? Tirá, tirá. Kár, hogy semmit nem hallok. Most se. Nem. Most se. Nem. Csak a te hangodat. Nem tudok lesz tőlem. Ikrávácsi! Örülök, hogy élvezed, de én nem hallod! Nem, te hallod, te Batman, te hallod? Én nem hallom. Na, ezt tényleg nem viccelek most. Nem hallják! Engem hallottok a zenét, nem? Igen, igen, ja, mert streamer van. Ja, hát azért, mert nincs bekapcsolva nektek. Jézuska! Igen. Hát azt... Érted? Offótad a... Na, tudod? A musicot nem onoltad be. A zene cím? A Black Bacardi. Ilyen orosz zene. Gazirovka Black. Nem értem, hogy milyen musicot onolni. Minden rendben mindenkivel? Sula. Minden rendben mindenkivel? Mindenkivel? Igen. Annak kérdeztem az előbb, hogy akit igazoltatnak, az ami van. Még mindig igazoltatás folyik, figyeljük őket. Jó, ez kocsiban nagyon jó szól. Szerintem meg te nem tekerted fel a rádióra a hangot. Jó, nálam van a baj, tényleg! Na várják újra! Na a csapó kettő. Cseh, tehát a streamer mód miatt. Hallod? Szerintem ez a rádió elrendelt a kocsiban. Most egy kicsit. Hát igen, mint lett volna mint valami. Ha. Nem. Nem, nem, valami nem jó. Hallott idő, meg tudnám szerelni a kocsinkat? Miért tart most eddig lenne. Az igazoltatás? Hát, járod, benítsd, hát igen. Szerintem verset mondanak. Verset mondanak. Hát de... Csett, miért tart eddig az igazoltatás? Nem tudom, miért tart eddig egy igazoltatás. Akkor tudták, hogy nem vannak a fegyver. Nagyon sokáig tart tényleg. Ajjaj. Ajjaj. Nincs bajom úgy. Jönnek felénk, hogy ők városlakók. Jó, az ajszűrője a mikrofonok, tényleg? Városlakók. Ezek városlakók. Városlakók, most már látom közelről. Az is velünk van? Ez a Forma 1-es autó? Ja. Hú, nagyon szeretem. Ez egy jó autó, Chat! 5 millió környék. De hogy viszik be? Szénának... Széna öregszik.
Ja, kis Gilike. Szerinted ők járnak amúgy? Én azt szerintem kavarnak. Na annyi, hogy be kell mennünk, adnak bent egy csekket, aztán jövök. Nincs baj. Megcsekkelik őket. Ilyet. Szerintem tudnak adni csekket, hogy mi? Figyelj, nézzétek meg, hogy ott van a BMW, jó? Valahogy derítsétek ki. Pépés kocsi próba. Áááá, beárpékelős közepén vagyunk! Ja, a csekké még kéne bemenni amúgy. Nem tudom én. Hát megcsekkeli ott kint, nem? Ez fura cset, nem? Megcsekkelik. Jó zene, Peti? Na, örülöknek, én is szeretem. Ja, ilyen én nem kéne bevinni őket. Jézus. Olyan benézésnek, hogy ne menjen el, légy simán, melyek oda szeretetni kéne. Figyelem elterülés, hogy addigra meg... Lehet amúgy, itt is van valaki. Szembe is. Hirtelen sok zsaru van, igen, hemzsegnek mostanában. Nagy, most nagyon sok. Én biztos, hogy nem állok meg. Robi, kipróbáltad a kivált cuccokat? Működnek? Mennyi sziréna? Még az igazoltatás? Igen, még mindig. Nem, de megkapjuk a csekket. Akkor nem mentek be? Nem. Nagyon jó. Viszont BMW még mindig benn van. Ja, így nem tudjuk meg, hogy BMW benn van-e. Már ő is. Örülök. Még egy autó, de jó. Na jó, csak nem tudom, hogy utána mi jön-e. Hoppá! Kijött egy riot. Nem hívott fel még senki? Kijött egy riot! Készülnek elő a szállításra. Akkor lezárták ott az utat, ha jól látom. Igen. Régen neki van a közelben. Kérdés a rokkarit. Igen. Megy is. Jó. Indul. Megyek Casino Hydra. Mehet a lövés rájuk? Mehetünk. Aha. Elindultak. Mi előttük állunk. Egy Riót meg három. De mi előttük állunk amúgy. Egy Riót, három rendőr autó elől, utána Riót, kettő mögötte. Így van. Meg a Riót. Jaj, mama! A Riót ott nem próbálom. Szigonos. Menjünk kifelé, kerekünk. Elő. Elkéne szárnya. A keleti hídnak a másik felét. Hoppa. Nem tudja látni, hogy a Riót is hátulról, meg bezárjuk őket. Ne itt motorozzá! Jaj! De nem láttam! Bocsi, hát ugrottam! Mi legyen a terve, Mori? Hát állítsuk meg őket, nem? Gyertek, megvan a terv, gyertek csövekhez gyorsan. Mindenki csövek. Az hol van? A csövekhez gyertek. Itt megállunk elő három autóval. El tudjuk zárni az utat, meg három végén marad. Bizárjuk a lelőn lévők az elejét, jó? Van a csövetés, lehet, hogy jobbra azonnal. Meg a hátulról be lesznek, zárva ide. Jó. Jó, akkor maradok hátul, nem is neki jön, várj, ugye? Három autó elég ide, előre. Te maradjon ott hátul. Tartom hátul, ugye? Hogyha idről leszek volna felterelve amúgy. Nem zárjuk be őket a hét. Figyelj, készülj! Lövünk is? Nem. Jó. Kezdjük le őket. Átmennek a másik oldalra. A Riót lemaradt. Jaj, mama! Hát te nagyon rossz volt. Hát de mindenhogy is, hát jöjjön neked. Jó napokat, halló. Úristen. Ki ez? Megjött a pika. Úristen, már kicsit létszik, köszi. Köszönöm, köszönöm.
Szálljanak ki, engedjék el a túszt! Így van, elviszük a BMW-t és lépünk. Mere vagytok srácok, komolyan. Jó napot, engedjék el a túszt! Engedjék el a túszt! Próbálj meg nem lövöldözni, jó? De ez egy jó RP. Látjátok, ez az, mert előbb megengedtük, hogy... Most pedig kicsiben aktívulnak is tudelmet. Figyelj, pánik gombot megnyomták. De meg én, hogyan hozz meg? Nyugi. Jó, nyugi. Engedje ki! A robot! Nyissa ki! Nem én raktam be az urat, így nem én. Rendben, megvárjuk. Nem ő rakta be! Jöjjön ide. Megvárjuk, aki berakta, ő kell! Szerintem is húzzák az időt, mint az állat. Most már mit tudtunk? Megjön le, hogy várni pánikombot, biztos, de mit csinálok? Szedje ki! Szép rembelénk jön. De ez mindenki, jöjjön már ide, várj! Ne ott tudjam ezetek már itt, hogy gyertek ide! Hol lenne a kút? Szedjétek már! Megint a többi. Jó, mindegy, tartsd a rendőr a fegyvert, nem csinálhat semmit. Tartsd a rendőr, kész. Jó, hogy ennyi rendőr van amúgy. Megy el, szerintem mire várunk szerinted? Nem is értelek. Haladjon már, uram. Húzzák az időt valószínűleg. Ha kicsit lehet, akkor tempóban. Miért tart ránk a fegyvert? Na nem, sikerül? Szedjétek ki! Nem kell meglelőni őket, csak valahogy oldják meg, hogy kiszedik. Nem beszünk erről semmit, jó? Mi nem fogunk lőni, hogyha ők nem lőnek ennyit. Jó, mert ezt tartsatok magatokat. Jó, uraim, ha nem tudják kinyitni az ajtót, akkor elviszik a riatot, jó? De miért nem tudják kinyitni az ajtót, hogy ők vezetik? Akkor utána le is vezetek. Utána vége van, bárcsak. Nem, hogy menni fog. Kinyitja magát a riatot. Hogy ez ebben ja. Jó, figyeljetek, beülök a riadba, elvisszük a riadot haza és főtörjük. Főtörjük. Hát most nem tudják kinyitni, akkor hazavisszük a riadot. De figyelj, nincs ilyen, hogy nem tudják kinyitni. Olyan nincs, hogy nem bírják. Szerintem nem tudják. Ez sem ki. Ja, azért, mert zárva van, lehet azért nem tudja. Persze, zárva volt eddig. Most próbálják meg! Most! Végre! Ja, oldozzák el és elmegyünk! Nem PG, nem tudták, zárva volt az ajtó, chat. Na, de ez jó, az előbb elengedtük, hogy... Na, szóval megengedtük, hogy elvigyék PMV-t, kihallgatás után lefegyverzés. Hát ilyen is ritkán van csak, nem? Elengedték? Igen. Kocsiba. Jó, megyünk kocsiba, a kocsiba. Viszlát! Menjünk, mert még rajtunk lehetnek. Keletén kifele a különnek. Itt a gyereskó, itt a szűr gyereskó, vágyja. Gyere, mert le fognak fegyverezni. A tundrát valaki várja meg, mert lassú. Valaki a tundrát várja meg. Nem kell, már a többiek közöttük vannak. Most megyünk fel Kaszinó híd. Jó, hova megyünk? Menjünk ki dokkokhoz. Bejelöld? Egyenesen jó. Ne! Tudod, hogy ne kínozzá! Kettő rendőr autó. Kettő vagy. Na, de ez jó sikerült. Mit állni akar a buzi gyerek amúgy? Menjünk dokkok. Jönnek. Tudod hozni dokkokhoz? Itt vagyunk, mi is közben. Nem. Mindjárt próbálom, jó? Jövőnök.
Na, ez jó, jó akció a rendőrökkel. Szép akció volt. Gyerek, dok, jó? Csak egyik autó erre, hogy gyertek gyorsan vissza, kaszinóvig. Hova? Kaszinóvig, kaszinóvig. Bakker, de miért nem tud eljönni? Nem tudom. Jaj, nagyon sok rendőről, srácok! Ettek ide, gyorsan, mindenki vissza. Megyünk. Most nagyon sokan vannak. Na látod, tudok vezetni. Hát, neked. Hol vannak? Info, merre vagyok? Mohit. Kaszinó. Ott vannak. Kaszinó. Megvan. Gyertek vissza. Ebből baj lesz. Ebből baj lesz, ebből nagyon vinny lesz szerintem. De nem. Jó. Már eltettem a fegyvert, a többi meg így gyerünk. Szálljunk ki. Lelőjetek már, kecsi. Nem, ezt túszom, akkor srácok, csak mondom, megületek. Tegyék le! Tudom, még előttem őt, gyertek ide. Tegyék le! Ez baj lesz. Miért tartják a fegyvert? Értem. Hát, pathelyzet van! Pathelyzet van! Már közelebb légy szíves! Hogy jön meg közelebb? Feljöttünk a P1-ből is, meg a vizébe, a vulkánból is. Jó, hagyjuk el a helyszínt, hagyjuk el! Hagyjuk el, nem tudjuk elhagyni. Nem. Jó, mindenki be, szálljatok be a kocsiba, ezt húzzunk! Kocsiba! Jó, de még itt jön. Ki? Nem tudok beszállni! De fos! Ez egy fos talicska! Lehetünk dokkok. Nem én mondtam ki. Most mindenki jöjjön gyertek, el! Gyertek! Ki a dokkokhoz? Jó. Van még egy! Mindenkinél szól? Aha, igen, mindenkinél szól. De jó. Nagyon jó. A dokkok, jó, mindenki dokkok. De idél, nem azt kapcsolja már ki. Mindenkinek szól? Jó. Nekem nem szól semmi. Nekem szól. Nekem is. Nekem mindenkinél szól. Most már nem szól. De neki meg van. Igen. Dokkoktad le. Hú! Hova vigyünk, srácok? Dokkok mindenki. De sietni fogok. Kicsit szűrszülő vagyok. Igen. Sírok most már meg. Mit szereztünk? Egy BMW-t! Egy Black Bacardit! Black BMW-t! Kimenekítettük a BMW-t. Ezzel egy baj van. Meg én másodjára elszoktak, akkor nekem rossz. Bikával? Bika, gyere a dokkokhoz, itt vagy, drága jó ember! Itt vagyok, ah, mamma, gyere valakivel. Mondom, Bika! Bika! Itt vagyok, igen. Hát kiesett a... Hát, oh. Mit csinálsz? Mit csinálsz, kamrát, te jó Isten? Édes Istenem, jó vagy! Tiszta jogsira. Nem, én se! Fakker, van hely nálad, Ferenc! Feri, van nálad hely! Ó, oh, de rosszul vagyok! Fakker! Annyit segítsetek kérlek, hogy a dokkok az mely, az merre fele találom. Térképnek a legalján. Térképnek a jobb oldalról. Bakker! Ezt nem hiszem. Bakker, ez Feri. Hallod, nem láttam a holtértő azt az elválasztót. Bakker. Hú, csehát ez durva volt. Hát te se vagy a sofőrök gyenge már. De én jó sofőr vagyok, nem mondd ezt. Nem vagy jó sofőr. Amúgy egyre több klippet tesztek föl TikTokra, mindig újra közlöm, ha megjelöltök ám. Köszi. Jézuska! A dokkok itt hova? Hátra? Ez durva volt! Hátra.
Na, de jó RP volt az a rendőrökkel, köszönjük szépen nekik. Majdnem eldurult a helyzet. Jó, Feri, megmentettél minket. Látod, itt vagyok. Itt vagy, mindig itt vagy. Na, néha jó, hogy itt vagyok. Megjöttünk. Jó. Itt jó, nem? Persze, hogy jó. A francba. Nem tudom. Ne, fasz! Te tudok! Ó, a Bika hibája amúgy. Amúgy kepi. Te érted, hogy örült a rádió, hogy itt van? Ugye? Szegény, mindenkit ő kapott. Jó. Tettek új tagok, igen. Lehet ennyi érte valakinek? 75-en vagyunk fent. Van frakció pályázati lehetőség, chat. Pépes kocsi tesz? Itt lehet, hogy kint meg tudjuk csinálni, nem? Két külön oldalon állunk amúgy. Valaki itt meglátok az elején, kettő autónk ott várni. Hát, jövőjönek ide. Velem is csak tempel vagyunk. Hú, hát ez szép volt, szép volt. Ezt is egyébként küzdtem. Ez jó volt. De ki maradt ott le, aki vissza kellett menni? Na. Hát a Bika volt. Hát szó volt. Megsőtte Bika, de már... Szegény Bika. Hát, de... Jó, szegény, hol van? Hát jó, de honnan találj. Tudja, hogy akciózunk, érted? Ha nem talál ide, azt kérdezik, hát aki nem tudja, hogy hol van a dokkó... Hello! Érted, hello. Hol vagy, Bika, itt vagy? Na, mi a baj, BMW? Hát nekem olyat mondtak. Igen? Egy ilyen Priusszal még egyszer elkapnak, akkor kitoloncolnak. Életfogytiglan? Pontosan. Hát de megmentettünk, látod? Hát jó, most nem vettetek meg. Akkor gázos lett volna, igen. De mindenki ügyes volt. Ha hagyjuk, hogy levigyenek, akkor nem mennék következőre, ilyet csak tűnő, nem? Látod? Igen. Na, most mi legyünk, azt visszavisszük. Vissza. Most mi basztunk ki vásolni? Ugyanúgy, ha utána elkaptam. Hát de nem volt ott a csajod? Eskódis. Ja. Képzeld, az összes nőt leszólítom az utcán, már kettővel találkoztam, de egyik sem volt Katarina. Gyurbázott magad? Jó nap! Szevasz, Bika! Jó vagy! Jó vagy, Bika! Köszönöm szépen, jó. Örülök neki. Nagyon jó. Figyelj, lemaradtál az akcióra, de jó, hogy itt vagy. Ja, kis szemmel is jó vagyok. Ki, mivel? Kis szeme. Milyen kis szeme? Úr. Félszemű kobráddal? Vagy miről beszél? Félszemű galóz vagyok. Hallod, Bika? Figyelj, lemaradt az akcióra, de megmentettük BMW-t, képzeld be. Nagyon jó. De a lényeg, hogy büszke vagyok rátok, ügyesek vagyok. Köszönjük. De az lényeg, hogy félszemed is jó van. Ja. Így van. Jó, van még valami? Nincs amúgy. Jó, én megyek itt a reptére, új konténereket nézek, aztán majd találkozunk akkor vasárnap. Nem, én nekem már hogy te ilyen lányokat nézeket az utcán, nem? Nem, dehogy Isten ezt, a Katarinát keresem. De hát azért, mert a Katarinát keresem. De, megtalálom, és elpusztítom. Rombolóval baj. Pusztítod. Azért, mert ez a barátság, ez, na, a szerelem nem tesz jót nekünk, én ezt de most mondom. De már pusztítottam. Tényleg? Nagy bepusztítottak. Tudod, egy ilyen kis ízével? Pusztító. Mi a baj? Szerintem a Kobra egyébként fél, irigy. Te hogy? Hát te hogy a bajba sodor minket a BMW. Nem, amúgy szerintem büszke arra mind a két centire. Én? Jó van. Ezt amúgy mindig a kispöcsűek mondják. A másikra. Másik kispöcsűnek, na? Igaz. Na jól van, mentem, jók legyetek, jó volt az akció. Nem dördült-e a puska? Képzeljétek el, most jöttem rá, TikTokon láttam, hogy az ágyúdőrren, a Romeo és Júliába az azt jelenti, hogy nagy nadrág csusszan ágyúdőrren. Összetörték a gyerekkoromat. De tényleg! Összetörték a gyerekkoromat! Na, legyen! Igen! Na, tesztelem az a... Jött valaki, az ki? Kobra! Igen? Én maradok itt, mert még tesztelgetek pár konténerhajót, érted? Hoztak pár autót, azt tesztelek. Ja. Na, akkor maradok itt, mert egy kicsit. Jó, gyere! Na, jók legyetek, találkozunk majd! Na, csak teszteljük akkor autókat? Itt jó lesz ez a teszt. Pont ezt ide találták ki. Jó vagy, Bikusz? Meg vagyok. Örülök neki, végre itt vagy.
Mi, mesélj valamit, jó vagy? Meg vagyok minden, fasza minden. Jó, szomorú vagyok, mert na, tudod, ami na. történt, az történt. Igen. Azt küldtem igen. neked e-mailbe. Igen. Hát sajnos, igen. sajnos azért mondtam, hogy és akkor most hogy vagy itt? Hát úgy, hogy találtam egy másik izért, tudod. Ja, értem, értem, értem. Érted, miről beszélsz? Persze, na. persze. És fogtál valamit, amikor peccáltál, vagy nem? Nem. Á, pedig jó, én képzelj, de csütörtökön megyek peccálni, meg kell fogni a húsvéti halat. Na, én hónap Szabin vagyok. Na, jó van, örülök neki. Szóltam volna előbb, akkor találkozok. Nem probléma. Ja, Dave-vel találkozok a Győri Play-t után, azt beszéltem. Sétálgassunk, azt megnézem, hogy miket csinálunk. Hát itt, itt fogom, itt a konténer, mindjárt hozzák. Ja, jó, itt emelik le. Sőt, a lehívókat meg akarom nézni. Úgyse leszek sokáig szerintem. Veled együtt el fog menni csucsukálni, mert olyan álmos vagyok, mint a dög, csak onnan már meglátogatlak. Na nézzük ezt a bömöst. Hoppá. És közt menni is kell vele? Na persze, ki kell próbálni. Aha. Ezeket szerintem lehet tuningolni. Ó, hát ez viszont... egész irányítható autó. Viszont izé, viszont képzeld el, hogy nagyon jó így a szemem, meg minden. Én örülök neki. Tényleg a hangomot azt elég jó hallod? Igen, szépen? Az tiszta, igen, igen, igen. Jó van, mert van másik hangszálam is. Azért, sokkal jobb a hangod. Főleg amikor beszólt a rádió, mindenki örült neked a akció közben. Tudom. Gondolom, énekelni akartam amúgy. Aszta, ez egész fullos! Ő, M5. Csett? M5 F10. Ez igen, öcsém. Nem, 750. 760i. 760i. Meg is indul. Hú, csak ez egy nagyon... nagyon fenyítős autó. Hát... Jó vagy, Mika! Jó vagy, Mika! Jó vagy, össze is törtünk! Behagyta az autóba! Normális vagy! Hát meg, megforgatod a gyomromat, te! Széna, mit csináltok? Jó vagy? Jó hát. Ó, bakker. Ó! Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! 190-es merci. Ez nagyon durva. Ez brutális. Csak vannak jó autók, nem? Hát, az én merci jobban megy. Nem az, ez ilyen kis, kis csúszkálós. Jó vagy! Lefüstölt ez is! Jó vagy! Összetörtek a videóra. Még párat tesztelünk, pár autót. Francba. Kövi. Nagyon sok van, chat, nagyon sok van. Következő cím vezetem. Oh, nem, te nem vezethet. Na, jó és sokan sok. Ja, more. Nézzük meg ezt, ez egész jó. Ó, nagyon lassú. Ja, ez ilyen drift autó, nem? Ez drift autó, chat. Ó, hátrafele is. Franky, nem tudom, hogy melyik a lehívója, mert eléggé. Hát igen, ez nagyon nézzük, jó! Nézzük a kanyart. Ó! Oh! Ó! Oh! Jó vagy, Mika! Jó van! Jó van! Én nem szeretem amúgy ezeket a drift autókat. Ó! Oh! Kint vannak amúgy Discord, hogy mennyibe kerülnek, chat. Jössz, Bika? Itt vagy. Itt vagyok, jó, itt gyere. Vagy. Mondom, hova tűntél. Gyere, gyere, gyere. Szegény Bikusz. 370Z. Nagyon tisztában vagy itt az autókkal. Nagyon jó a tapadása, meg a kanyarodása. Mert ez pacek kocsi. Ez pacek. Ne, 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 ne. Már megint törik. Már törik. Törik, törik, törik. Szóval akkor mész peckázni. Megyek peckázni. Peckázni. De jó, neked így ilyen lesz. Oh! Egy
centi! Azt ez az izé? Ez? Ez az idei első? Igen, ez szép volt, nem? Mi, hogy megfogtam? Hallom, Kobra, ez az idei első? Igen, ez idei első, ja. Discordon az autók, motorok, ott tudod megnézni, bátor. Ó, ez a jó autó! Ajjaj, gyere le onnan, gyere le onnan! Gyere! Hallod, én ezt úgy láttam, mint hogyha a víz fölött lettél volna a hátsó kerekkel. Az igen! Hallod, hogy megindult? Kis A40-et állam, csép. Hát ezt nem hiszem el. Hát ezt én sem, Mika, jó vagy? Kobra? Várjál! Ne vagy van? Kicsit, ne fossá! Csert, ezek nagyon jó autók. Úristen, kiakadt a gázba, Ben! Beteszem ezt is. Na most erre majdnem mondtam már. Eddig ez 10 per 10. Beteszed mi? Persze! Na ez milyen? Ez egy jó nézőké... Nagyon jó. Egyedül megyek. Ez egy V8 biturbo. Ez egy... Ez egy AMG SLK. Hallod, ez nagyon jó néz ki. Igen, nem, bátor, akkor is látod, ha rajtad van rang. Ó, hát ez bírja. Ilyen nem volt chat, ja. Mennyi vodkát ittál, nem azért a 2 forintért. Nem sokat. Jó, ó, hát nagyon jó. Ez kábrió szerintem. Igen. Ó, rengeteg! Ó! Hopp, egy Opel, négy, egy Opel Astra. Sehát, akkor nem csak... Astra, figyeled. Hallod, ez jó, ez cuki, ez hozzád való. Ezt tudod mire tenni? Ezt tudod mire használnám ezt az autót? Az autós iskolába ezzel. Ja, tényleg. Könnyen befér mindenhova, nem? Lehet parkolni. Ja. Csert, nem minden. Van most a BF400, azt gondolom az a motor, ugye? Tényleg? Anyu? Megfogom. Hát vezessek már én is egy. Nem, mert tesztelem ezeket. Hát itt se lehetné. Na csak viccelek, itt lehet. Na figyelj a következőt. Azt! Mika, jó vagy? Jó vagyok. Izé. Azt a kurva ilyen hangja van. Hallod, meg elég jó gyorsul. Annyira nem. Q8. Ez jó. De Mika milyen tisztában van amúgy az autókkal. Ó, láttad, hogy beparkoltunk? Ez nagyon király. De majd a téli 15 ezzel össze lehet dönt, nem kell hasigatni. Nem. Ez jó az. Akkor BF400, ezt nem nézzük meg. Mi ez, Bati? Ez milyen autó? Ja, ez egy motor! Ez mi? Ez egy motor, te szereted a motorokat, nem? Te várjál már mi ez. Jaj, ne. Nem jó? Nem jó? Nem tudom. Nem tudom, nem Kawasaki, meg nem Suzuki. Mika, jó vagy? Éreztem. Jó vagy? Jó hát, csinálj csak. Menj. Csinálj csak! Ujj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 j
Fosik a bika. Ó! Oh! Ez nem kell. Ez a tanuló autó. Sziasztok, szép estét! Ez egy alap. Ja, ez egy kalapautó. Többet. Ja, itt van, hogy milyen, értem.
ezt nézd, igen, nem mindegyiket sorba csert, mert... Ezt nézd! Azt a kurva! Charger! Ez nagyon durva! Milyen hangja van? Figyelj ide, állj meg! Igen? Ma mutatok valam, állj meg, majd mindjárt fordul, majd meg. Nem hiszem el. Ez működik a vízen, Bika! Jó vagy! Szállj ki! Állj meg! De mentünk a vízen! Jó volt! Húszik a vízen! Nézzük még, chat! Hol a Bika? Megfulladt! Megfulladt! Istenem! Édes Istenem! Hogy tud megfulladni? Édes Istenem! Nem se tudom mi a száma. De tudtam, hogy szálljon ki! Maradt az autóba! Jaj! Chat! Ez nagyon durva! Nem tudjuk meg, Bika mi a száma! Kéne! Fegyver van nála! Mika, jó vagy? Ó, ez se rossz. Szedi fel, Dani. Hát de nem tudom a számodat! 175. Mika, jó vagy? Még erpézik. Még erpézik. Jó vagy? Új. Új, ízét nyert, baszki. Mit? Mondod már ezt a hínárt. Hínárt? Jó vagyok amúgy van. Ez is motor. Motor. Dig. Dig, az a dig. A csávom amúgy megöl. Nézek valami. Hiszen... Na, szóval azt akartam mondani az előbb, hogy azért, hogyha megállsz azzal a fehér autóval, fel lehet kapni két kerék. Helyre vagyunk. Ez... Hoppa, hoppa, ez hoppa. Jó, nem? R34. Hát az. Ó, hát ez megy! Mint ha muszáj volna. Úgyse. Ez nagyon durva. Ez jó, nem? Pacek, jajaja. Ez kell nekem? Ferrari, nézzük ezt meg. Nem a Róma. Azta! Hát... Különök, nem kicsit lomha. Kocsi maga nem tetszik. Nem? Nem tetszik, nem bejövős. De az elfogadnád, nem? Hát... Nagy duzzogva. Nagy duzzog. Na. Nem az én izém, nem az én stílusom. Ez nekem Audi, Merci. Ez milyen ezek? Autó? Ja, az motor. Dick.
Jó ez? Mindig azt hittem már azt hittem már a UPS-es kocsit látom. Te hát ez ilyen zebrabár. Nézd meg. Uram teremtő. Ijajajajajajaj. Valad jó lehet driftelni vele. Az ilyen dik. Milyen zebrabár? Candy box? Az így. Ezt nézzük meg. Boltokra bolva. Istenem, dámos vagyok rá. Ez mit szólsz? Hoppá, hoppá, hoppá. Ehhez mit szólsz? Azért kemény. Figyelj, hát azt már láttuk. Menj már, hogy ez az autónak a koncert. Itt ó, ez elektromos! Ó, de jól néz ki kívülről, basszod. Már belsejét. Elégész, jól néz ki. Még figyeld már ezért a rádiót, ott van benne a dögös Robi. Tényleg? Hát. Dögös Robi azt ott mondja. Benne a dögös Robi. Meg a nagy ho-ho horgás zene. Audi RS7. Ez milyen autó? Jó! Ez bicikli. Bicikli, menj az ágyba cicizni. Ez a csáv, ez meg jó. Várjatok. Ja, ez nem jó. Ez jó, ennek lenyitható a teteje. Ászta! Itt Vika, jó vagy? De én később vette észre! Hogy félre vettelik? Majdnem repült egyet. Van quad. Porsche Taycan. Ez mi? Ez a te autód, Bika. Hát csak nem tudom. Van még egy csomó. Jó, már nem. Ó! Tík. Ezt nézd. Figyelj már, ez ilyen kis haver autó. Az. Ez a, ez jó a nézünk autó. Ki ez benne. Autó, jó nézünk ki benne. Azt mondom, szerezd be egy ilyet magadnak. Ez nagyon kemény. Hát ez nagyon durva. Tényleg, ez föl kéne tuningolni, ez menne mind a zárat. Szerintem igen, Szelim, adtunk neki ládát. Nem tudom mi ez, de elég komoly. Azért a centizés már megint megvan. Chat, vasárnap lesz stream, jó? Ott viszont lesz reklám, 5 subgiftnél ugye reklámmentes, a következő stream ma az volt. A következő reklámos lesz. Ezt nézzük meg. Mi ez? Gyors kocsi. Balázs Penceri Terence Hill autója. Kb. Repülő nincs om? Repülő biztos van. Ja, nem tudom, Szelim. Nem tudom, hogy odaadtam-e neki. Ez? Mafia autó. Vagy a Scooby-Doo-s. Scooby-Doo-s autó. Ja. Az a festés kéne rá. Ja. Repülőt? Nem, most nem.
Jaguár is van. Itt akarsz amúgy éjszakázni, vagy elvigyelek majd nem, innen? Nem, itt alszok majd. Elvihetlek, ha gondolottál a merci merő. Nem kell. Nem kell. Na majd dumázunk, Bika, jó? Mert alszok. Még egy autót kipróbálok, és akkor... Akkor vigyél oda a mercimre. Jó, jó. Légy szíves. Csát, majd megnézhetjük a többit is. Ó! Hoppá, hoppá, hoppá. Ezt a kiszok mindjárt, ja. Mikor lesz új videó? Szerintem holnap, kéne. Jó? Húha! Jó néz ki. Kalmasszal, Csett, köszönöm a mai figyelmet, remélem jól éreztétek magatokat, köszönöm a támogatásokat, tagságokat. A tagoknak rögtön elérhető, aki nem tag, holnap itt találkozunk. Ó, de jó kis autó ez. S500. Na, vigyázz magadra, Biko, jó, hogy találkoztunk. Jó van, vigyázok. Vigyázz Biko, vagy vasárnap? Jó, vasárnap, ja, jössz? Aha. Jó, oké, várlak. Na, csumi. Csumi, jó volt, Biko, hogy itt volt a tesztelésnél, nem? Megfogom a baltát. Ezt szétlövöm. LDB-zem. Mai napra bezártunk, Roarskars. Jó, chat, akkor ennyi. Jó volt a mai nap, jó volt. Találkozunk akkor vasárnap, jó? Köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenki vigyázzon magára, jó hétvégét! Élvezzétek az életet, szabadon 20 fok is lesz, szabadban legyetek, hogyha tehetitek. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a moderátorok segítségét! Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Cső, cső, cső! Csá, jók legyetek! Cső.